Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket 2016 évi közmeghallgatáson. Engedjék meg, hogy először meghívott vendégeinket köszöntsem. Köszöntöm Vécsei László országgyűlési képviselő urat. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és részt vesz ezen a közmeghallgatáson. Köszöntöm Nagy Gábort, az aszódi rendőrös parancsnokát. Köszöntöm körzeti megbízottunkat, Bacsúr István urat. És természetesen köszöntöm jegyzőasszonyt, a képviselőtestületet, köszöntöm a megjelenteket, a hivatal dolgozóit, és köszöntöm a tévé előtt ülő nézőket, akik figyelemmel kísérik a munkánkat. A Régió Plusz visszajelzéseiből úgy tudom, hogy egyre többen nézik a testületi adást, ezzel is visszajelezvén, hogy érdekli a karteli lakosokat, illetve a környező településeket, Kartalon milyen események történtek, milyen előrelépések vannak, és kiemelten külön üdvözlöm és köszöntöm a karteli lakosokat, akikért ez a közmeghallgatás létrejött, pontosan azért, hogy minden olyan információt megtudjanak, amit az elmúlt időszakban esetleg nem volt módunkba átadni, vagy nem jutott el önökhöz. A mai testületi ülés hétfővel határozatképes. A testületi ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Langa Gábort és Bognár Lászlót. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyekkel, azt kérem készfelemléssel szavazzon. Jó, köszönöm. Megállapítom, hogy ott fővel jegyzőkönyv hitelesítőnek Langa Gábort és Bognár Lászlót a képviselőtestület elfogadta. Egyetlen egy napirendi pontot terjesztettünk elő, és ez pedig Kartal 2016-os évi tájékoztatása az önkormányzat munkájáról. Én nem javasolom, hogy egyéb napirendi pontot most betegyünk, pontosan azért, mert hogy a cél a közmeghallgatás lenne, tehát egy tájékoztatás, és azt követően nagyon szívesen fogadnánk, hogyha akár megjelentek, akár a képviselőtestület, hogyha bármi információ nem hangzott el, vagy a megjelentektől egyéb kérdéseik vannak, akkor egy aktív részvétellel akár ezt a közmeghallgatást végig tudnánk vinni. Képviselőtestület tagjait kérdezem, hogy egyetértenek ezzel az egy napi rendi javaslattal. Jó, akkor kérem készfelemléssel szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag napi rendi pont elfogadásra került. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezik arról, hogy a képviselőtestület évente legalább egyszer közmeghallgatást tartson. Ezen a közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket, javaslatokat tehetnek. A közmeghallgatás célja tehát egyrészt a lakosság tájékoztatása a képviselőtestület munkájáról, másrészt a köztehát a lakosság helyi szervezetek képviselői javaslatainak meghallgatása, kérdéseinek megválaszolása. Én a pénzügyekkel kezdeném. Azért, hogy egy picit értsük és lássuk, hogy hogyan alakult ki ez a jelen helyzet, egy picit visszamennék egy pár mondat erejéig a múltba. Hogy egy teljesebb képet kapjunk arról, hogy honnan jutottunk el a mai helyzetig, hogy hová jutottunk. Ugye 2008-2009-ben egy válság következtében a devizahitelek árfolyam ingadozásából következtően Kartalnak volt egy adósságállománya, ami 1 milliárd fölé emelkedett. 2010-től 2014 évig egy nagyon nehéz cikluson kellett átmenni, és itt szeretném megemlíteni Tóth Ilkó Mihály, volt polgármester urat, aki ebbe a ciklusba végigvitte a képviselőtestületet. Tehát mondhatni, pénzügyileg a leginstabilabb helyzetbe kellett neki átvinnie ezt a ciklust. 2013-ban olyan helyzetbe került az önkormányzat, hogy csőd közelébe voltunk. Több mint 100 milliót kellett volna tőkét, kamatot fizetni. Ezt az önkormányzat nemhogy a kamatot nem tudta fizetni, a tőke fizetése is már veszélybe volt, sőt nem is tudtuk teljesíteni. Ez miatt inkasszálták a számláinkat, a szállítói tartozásokat nem tudtuk kiegyenlíteni, vagy hogyha ki is tudtok egyenlíteni, határidőn túl késedelmesen tudtuk fizetni. Az intézmények működése veszélybe volt, az iskoláknak a rezsiköltségét nem tudtuk kiegyenlíteni, a munkabéreket folyamatosan
több esetben is késve szoktott az önkormányzat kiegyenlíteni. És még ragozhatnám, hogy mennyi egyéb problémával kellett a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak megbirkóznia. És azért is említettem itt Tóth Ilkó Mihálynak a munkáját, mert a 2013 egy nehéz időszak volt, és akkor ő volt a polgármester, aki ebből az időszakból megpróbálta kivinni az önkormányzatot. A 13-as év után történt egy olyan törvényhozás a kormány részéről, amivel végül is ezeket a nehéz helyzetben levő településeket megmentette. A kormány úgy döntött, hogy a települések, önkormányzatok hitelállományát átvállalja, konszolidálja, és ezzel a konszolidációval megszűnt a települések hitele. 2013-14-ben a kormány úgy, ahogy van, a több mint 1 milliárdos hitelállományt átvette, és úgymond tabula rasa, nulláról tudtunk indulni, tiszta lappal tudtott elindulni karttal. És ez, mivel ugye nem tudjuk, hogy ezt megköszönni a kormánynak, jelenleg a kormány képviselője, Vécsei László országgyűlési képviselő úr, nagyon köszönjük, nagyon sok településen segített ezzel a kormány. Nem tudom, hogy most hol állna karttal, vagy hol állna a többi település. Tehát egyszerűen a likviditás, fizetőképesség, mindent ez a konszolidáció tudott meghatározni. 14-ben, amikor már az új ciklus elkezdődött, és az új képviselőtestületet a mostani felállt, akkor már egy sokkal könnyebb helyzetbe tudtuk átvenni az előző képviselőtestülettől a pénzügyi helyzetet, az önkormányzatot. Már nem voltak szállítói tartozások, vagyis ha voltak is, ezek határidőn belül tudtuk kiegyenlíteni. 2015 év a stabilizációról szólt. 2015-ben megerősödtünk, már elkezdtünk megtakarítást félretenni, sőt le tudtunk kötni pénzeszközt is, a számláinkat. És 2015-ben én már láttam, hogy a 16-os év a növekedés éve lesz. Egy picit féltem is ettől a kijelentéstől, hogy 2015-ben stabilak leszünk, 16-ban pedig már elkezdődhet a növekedés. Most, hogy 2016 év végéhez közeledünk, és az előző 12 hónap eredményét végignéztem, és készültem a közmeghallgatásra, egyértelműen kijelenthetem, és bizton állíthatom, hogy ez az év már a növekedés éve volt, a következő évben pedig már tovább fejlődhet az önkormányzat és karttal települése. Ezt a 3-4 évet azért próbáltam így felölelni, hogy lássák azt a karttaliak, hogy 3-4 év kellett ahhoz, hogy a negatív mínusz eredményből eljussunk az idei évben odáig, hogy megtakarítással rendelkezünk, hogy már nem jelent gondot az, hogy a pályázati önerőket kifizessük. Jelen pillanatban már nincsenek szállítói tartozásaink, a szállítói számlákat időbe ki tudjuk egyenlíteni, határidőn túli tartozások nincsenek. Ez azért is fontos, amikor leülünk tárgyalni egy szállítóval, akkor nagyon fontos egy tárgyalásnál, hogy a partner tudja azt, hogy az önkormányzat fizetésügyileg stabil. Tehát likvidek vagyunk, fizetőképesek vagyunk, és a tárgyaló fél tudja azt, hogy nem egy olyan önkormányzattal ír alá szerződést, akitől esetleg hónapokig tart beszedni a tartozást, hanem igenis mi tudunk fizetni, időben tudunk fizetni, tehát lényegesen könnyebben tudunk szerződéseket aláírni, akár feltételeket meghatározni. Egyetlen egy vállalkozóval nem sikerült még lerendeznünk szállítói kötelezettségünket. Itt sem azért, mert nincs az önkormányzatnak pénzeszköze, szabad pénzeszköze. Egyszerűen azért arról van szó, hogy az önkormányzat és a vállalkozó ez idáig még nem tudott megegyezni. Remélem, hogy az elkövetkező időszakban a vállalkozóval le tudunk élni, és ezt a problémát is meg tudjuk oldani. 2015, illetve 16-ban is tovább folytatódott a szerződések felülvizsgálata. Számtalan olyan szerződés van, ami mögött nem volt például szolgáltatás, vagy olyan szolgáltatás volt, ami teljesen fölösleges, tehát annélkül a szolgáltatás nélkül is az önkormányzat, hivatal minőségi munkát tud folytatni. És hogy mondjak egy példát, például a pályázatok monitoringja. A
Pályázatok monitoringjára negyedévente 125 ezer forintot fizettünk. Pénzügyi csoport vezetője felvállalta, hogy ezt a monitoring munkát ő pluszban, munkakörén kívül el fogja végezni. Nem sok, de ha apródonként elkezdünk számolni, évente ezzel az egy szerződés felmondással 600 ezeret spórolunk. Ugyanígy több százezer forintot tudunk spórolni olyan szerződéseken, például tudakozó, stb., ami teljesen úgy gondolom, hogy fölösleges, a céghírektől kezdve az interneten mindent megtalálunk. Tehát ha összeadnánk ezeket a szerződéseknek az értékét, amiket úgy gondoltuk jegyzőasszonnyal, illetve az alpolgármesterrel együtt, hogy teljesen fölöslegesek és megszüntettük, akkor mondhatjuk azt, hogy 2016-ban több millió forint értéket spóroltunk meg az önkormányzatnak, és 17-ben ugyanúgy tovább folytatjuk ezeknek a szerződéseknek a felülvizsgálatát. Meg fogjuk nézni azokat a szerződéses partnereinket is, ahol jobb áron, jobb feltételekkel tudunk esetleg új partnerekkel leszerződni. Követelések. Legnagyobb követelésünk a Versek Közoktatási Társulásból adódó követelésállomány, mely jelen pillanatban adósságrendezési eljárás keretében benyújtásra került. Még nem volt tárgyalás a gondnokkal, jeleztük, hogy mielőbb szeretnénk velük ülni és egyeztetni. A hitelezői igényt mindkét alkalommal az önkormányzat benyújtotta az adósságrendező felé, tehát a hitelezői igényünk él. Körülbelül összeget tudok mondani, 87 millió forintról beszélünk, 56-57 millió a tőke, a fennmaradó összeg a kamat. Azt már bizonyosan látjuk, hogy ezt az összeget versektől nem fogjuk megkapni, hiszen a meglévő vagyonából nem fogja tudni 100%-osan kiegyenlíteni ezt az összeget. Verseg megpróbál, illetve a polgármester úr megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy minden nagyobb arányban legyen kiegyenlítve a hitelező igény, de mivel hogy több hitelező is van, ezt ugye a vagyon arányába fogják Kartalnak, illetve a többi hitelezőnek is megfizetni a jelenlegi tartozásukat. A másik követeléseink az adókövetelések. 2014-ben 155 millió forint adóhátralék volt tőkével, késedelmi kamattal együtt. És azért mondom most a 2014-et, hogy lássuk, hogy 2016 év végére hova jutottunk. Ezt a 2014-es 155 millió forintot tudtuk leredukálni 100 millió forintra. Tehát azt lehet mondani, hogy a hátralékokból 55 millió behajtásra került, azon kívül, ami ugye előírt adók, az iparűzési gépjárműadók. Tehát ez kimondottan csak a hátralékból 55 millió adóhátralékot tudott behajtani az adócsoport. A 100 millió forintos összegből a tőkatartozás 73 millió, 27 millió a késedelmi kamat. Kiküldtünk felszólító leveleket a hátralékosoknak. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a válság miatt a vállalkozók sem tudtak úgy fizetni, illetve a lakosság is a fennálló hitelállomány miatt nem tudta kiegyenlíteni a hátralékát. Ezt mi figyelembe vesszük természetesen, és született egy olyan képviselői döntés, egy határozat, hogy abban az esetben, hogyha akár a magánszemély, akár a vállalkozó az önkormányzattól, hivataltól kéri, hogy részletfizetési engedménnyel egyenlítse ki a fennálló tőketartozását, abban az esetben a késedelmi pótlékot elengedjük. Ez a határidő 2016. december 31-éig szól, tehát kérem a lakosságot, illetve a vállalkozók, hogy a vállalkozókat, hogy aki úgy gondolja, hogy élni szeretne a késedelmi pótlék eltörlésével, az még az idei évben jöjjön be, és írja alá a részletfizetési kedvezményt. Ebben az esetben lényeges terhet tudunk a válláról levenni. Mint ahogy említettem, 155 millióról 100 millióra redukálódott le a hátralék, még így is jelentős, de amit tapasztalunk, hogy a lakosság, illetve a vállalkozók fizetési morálja kedvező, hajlandók fizetni a hátralékot, nem csak a fennálló kötelezettségüket, de a hátralékot is. Én úgy gondolom, hogy mi mindenbe partnerek vagyunk, jöjjenek be, beszéljük meg, hogy milyen lehetőség van. Ez a 73 millió forint tőke nagyon sokat jelenten az önkormányzatnak, hogyha behajtásra kerülne. A szociális segítségnyújtás ugyanúgy folyik az önkormányzatnál, mint az előző években. Akinek fizetési problémái adódnak, azokat meghallgatjuk, a lehetőségekhez mérten támogatjuk.
akár szociális segéllyel, akár lakásfenntartási támogatásokkal. Felhalmozási kiadásokról néhány szót szeretnék mondani. Bölcsödébe komolyabb beruházás az idei évben nem volt, homokozó fölé árnyékolő kisebb eszközök, tárgyi eszközök beszerzése történt. Ahhoz óvodába szintén kisebb tárgyi eszközök beszerzése valósult meg, polcok, bútor, gáztűzhely, asztali számítógépeket vásároltunk. Az óvodánál nagyon lényeges, és meg szeretném elmenteni, hogy 5 éve pályáztunk felújításra, korszerűsítésre. 4 alkalommal elutasításra került a pályázatunk. Az idei évben egy BM pályázat keretében 30 millió forintot nyert az önkormányzat, amit nyilászárók cseréjére, hőszigetelésre, kazáncserére, valamint vízhálózat korszerűsítésre fogunk fordítani. És most megint csak baloldalra fordulok, és meg szeretném köszönni a képviselő úrnak, de ezt majd többször fogom különben ebbe a testület ülésen csinálni, hogy hál' Istennek nagyon sokszor balra kell fordulnom, és meg kell köszönnöm a képviselő úrnak, hogy segített, hogy közbejárt, és hogy a kormány egyáltalán lehetőséget biztosított arra, hiszen Pest megyei település révén nagyon kevés Pest megyei település kapott BMS pályázatot, inkább a nehezebb helyzetben levő települések nyerték el ezeket a pályázatokat. Az óvodai pedagógusokat, szülőket szeretném megnyugtatni, hogy tavasszal fog elkezdődni maga a beruházás, nem fogja érinteni az óvoda mindennapi életét. Tehát az óvodapedagógusok ugyanúgy el fogják tudni látni a gyerekeket, a szülőknek nem kell kivenni szabadságot, úgy fogjuk a munkákat ütemezni, hogy a gyerekek a legnagyobb biztonságban el legyenek látva, szabadságot nem kell kivenni, a munkákat megfelelően ütemezve semmilyen fennakadást nem fog okozni ez az óvoda életében. Művelődésáháznál kisebb eszközök beszerzése történt ugyancsak, illetve az előző évi érdekeltségnövelési támogatásból megvalósult hangosító berendezést vásárlása történt 1 millió 600 ezer forint értékben. Folyamatban van egy felújítással kapcsolatos pályázatunk is, amellyel kapcsolatban már csak a döntésre várunk. Itt szintén nyilászárócsere, tetőcsere, hőszigetelés, belső felújítási munkák kerülnének elvégzésre. A beruházás összköltsége 46 millió forint, tehát ennél a pályázatnál már csak a döntésre válunk. A könyvtárnál jelen pillanatban nem volt felhalmozási kiadás, a közös önkormányzati hivatalnál számítógépvásárlás történt, illetve ami nagyon lényeges, a klímarendszer kialakítása nyár elején megvalósult. Ez 2 millió forint összegbe került. Bárki jön idegen erre a településre, abban a pillanatban, hogy belép a hivatal altaján, az az első megnyilvánulásuk, hogy mennyire büszkék lehetünk arra, hogy Kartalnak ilyen hivatala van, ilyen polgármesteri hivatal. Ez egy nagyon szép, nagyon korszerű felújított hivatal. A tanácsteremben itt esküdnek meg a fiatalok, a dolgozók az irodába felújított szép környezetbe tudnak dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nem felesleges kiadás volt. Abban akkor, amikor 100-150 ember a tanácsterembe megjelenik egy lakodalom kapcsán egy esküvőnél, és a férfeleség, fiatal pár az élete legnagyobb döntését hozza meg, akkor nem azon kell esetleg idegeskedniük, hogy mennyire meleg van, hanem egy kulturált körülmények között mondhatja ki a boldogító igent. De hiszem és vallom azt is, hogy a legjobb munkakörülményt kell biztosítani a dolgozóknak, mert minőségi munkát csak akkor tudnak végezni, ha a munkakörülmény hozzáadott. Tehát én nem érzem kidobott pénznek, hanem hiszem és vállalom is, hogy ez egy nagyon jó befektetés, nagyon jó beruházás a részünkről. ASP pályázaton megint csak nyertünk 7 millió forintot, melyből számítógépes eszközök lesznek megvalósítva, beszerezve, illetve kialakításra került 2018-ra az elektronikus ügyintézés a hely és adózás keretein belül. Ehhez is fedezetet nyújt a támogatás, melyre a 100%-os előleg folyósítása folyamatban van. Tehát ez is egy plusz pályázati pénz, önerő nem volt szükséges hozzá, 7 millióval megint csak úgymond gazdagodott az önkormányzat. Az önkormányzat esetében befejeződött a közvilágítás, illetve kisebb utómunkálatok még folyamatban vannak. Közvilágítással kapcsolatosan annyit hagy mondjak el,
hogy például a Kun utcában nem tudom, hogy volt-e bármikor közvilágítás, én úgy tudom, hogy az elmúlt 20-30 évben nem. Émászos elmés oszlop nem, oszloppal nem rendelkezett a Kun utca, nagyon sok időbe tellett volna ott saját beruházásból, saját pénzeszközből, illetve terveket megszerezni, megvalósítani magát a világítást. A HFC Network Kft.-nek volt saját oszlopa, az ő hozzájárulásokat kérve megkaptunk egy engedélyt, ezekre az oszlopokra lámpatesteket biztosítottunk. De ugyancsak a Kartalonda telepen, nem tudom most hirtelen megmondani melyik utcában, 20 éve nem volt közvilágítást, ezt is megvalósítottuk. Két héttel ezelőtt az Elmű Émász régióvezetőjével tárgyaltam, lakossági bejelentések alapján a temetőnél, a Szőlő utca végébe, tudom, hogy hiányoznak oszlopok, illetve lámpatestek, ezeket is megbeszéltük, és a továbbiakban szeretnénk ezeknek a felújítását, pótlását is megvalósítani. A Baross utcába kiépítésre került a díszkivilágításhoz a villamos energiahálózati rendszer. Minden harmadik, negyedik, Csaba, minden harmadik oszlopon egy csatlakozó van, hogy a következő években díszkivilágítást tudjunk csinálni a karácsonyi időszakra. És tudom, hogy egy picit a kartaliakban van egy pici hiányérzet, hogy a környező települések mennyire szépen kivilágítottak és díszítettek, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nagyon sokba került. Tehát sok millió forint ez a díszkivilágítás. Tehát a célunk az, hogy a tavaszi időszakban, amikor ezeket lényegesen olcsóban meg tudjuk vásárolni, folyamatosan beszerezzük a díszkivilágításhoz alkalmas díszítőelemeket, és 2-3 év alatt elérjük azt, hogy a fő utca végig ki legyen világítva nálunk is. Addig marad a mi kis szerény falukarácsonyunk, amit mind annál nagyobb szívvel ki fogunk tudni menni, és megesszük a zsíros kenyerünket és a saját forralt borunkat. Tehát szerény lesz a karácsonyunk, de annál nagyobb szívvel fogunk kimenni. Februárban traktort vásárolt az önkormányzat 6,2 millió forint plusz áfa értékben. Itt is egy mondat erejéig engedjenek meg nekem egy kitérőt. Nagyon sok támadás érte az önkormányzatot, hogy rossz traktort vásároltunk, a traktor magas, a traktor széles. A traktorral minden gond van, lehet, hogy az is baj, hogy zöld. De én meg úgy gondolom, hogy nem. A nyomtávolsága nem nagyobb, mint a kisebb traktornak. Annyi a hátránya a kisebb traktorhoz képest, hogy magasabb. Ezt a magasság akkor okoz gondot, amikor beállt a neki kialakított garázsba, de ezt érdekes módon nagyon egyszerűen a közhasznúsok meg tudták oldani, tehát a traktornak már van garázsa. A traktor tökéletesen tud menni a kerékpárúton, egy-két fába ütközik bele, tulajdonosokkal egyeztettünk, és a faágak eltávolításra kerültek. Ami nagyon nagy előnye a traktornak, hogy lényegesen nagyobb teljesítményű, mint a kisebb traktor, tehát az azt jelenti, hogy nem csak a kerékpárúton, hanem mellékúton is fogjuk tudni használni hótolásra, arról nem is beszélve, hogy ezt a traktort nem csak hótolásra szeretnénk használni, fűnyírástól kezdve egyéb munkálatokra is. Én úgy gondolom, hogy ha már vásárolunk és vettünk egy gépet, legyen nagyobb teljesítményű, inkább legyen fölösleges teljesítménye, mint kevés bármilyen munkához. Gazdaságnál buszváró felújítása történt, teljes mértékben a buszvárót felújítottuk. Megvalósult a Mártirok utcai játszótér körberekerítése. Itt is több negatív visszajelzést kaptunk, miszerint teljesen fölösleges, hiszen eddig semmilyen baleset nem történt. Valóban nem történt eddig baleset, a Jóisten vigyázott ránk meg a gyerekeinkre, de melyik az a lakos vagy képviselő testület, aki garantálni tudja, hogy a jövőben sem fog történni baleset. Ha csak egyetlen egy balesetet meg tudunk ezzel a körbekerítéssel meg tudunk akadályozni, akkor én azt mondom, hogy megérte, még akkor is, hogyha azt a látképet egy picit rosszabbítja, és nem annyira szép. A Lehel utcába befejeződött az útalap kialakítása. A közfoglalkozati program támogatásából eszközöket szereztünk be a munkavégzésekhez. Itt gondolok olyan eszközökre, hogy agregátor, körfűrész, sarokciszoló, létra. Körülbelül ez 1 millió 600 ezer forint értékű volt. Megépítésre került a műfüves pálya, mely az MLS által juttatott forrás felhasználása mellett valósult meg. Két héttel ezelőtt
adtuk át, műszaki átadás átvétel két héttel ezelőtt történt, egy 22x44 méteres, hogyha jól tudom, műfüves pálya épült meg a sportpályán. Itt nagy segítségünkre volt idősebb Száraz Zoltánnak a segítsége, aki nagyon sokat lobbizott és segített annak érdekébe, hogy az MLS-hez bekerült pénz Kartalhoz kerüljön. A Fritz a társasági adóját nem a NAV-nak fizette be, hanem törvény adta lehetőségénél fogva az MLS-nek. Ezt a keretet hívtuk le, pályáztunk, megnyertük, és az MLS-től le tudtuk hívni ezt a keretet. A műfüves pálya lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőben újra a sportélet felvirágozzon, legyenek öregfiú csapatok. Ha jól tudom, már két csapatra való ember jelentkezett, játékos jelentkezett. Nem tudják, hogy melyik csapatba tegyék be a fiúkat. Nagyon egyszerűen, mivel nem értek a focihoz, azt a javaslatom volt, hogy két csapatot hozzanak létre. Ha egymás ellen játszanak, akkor tuti, hogy a kartaliak fognak nyerni. De még egy kitérőt tennék. Évelején a sportegyesület egy kérelemmel fordult a kartali képviselőtestülethez, melyben azt kérte, hogy adjuk bérbe a sportpályát. Volt, aki mellette volt, volt, aki ellenezte. Töredelmesen bevallom, nagyon sokáig elleneztem, és volt is konfliktusom a sportegyesület tagjaival, pontosan azért, mert nem támogattam ezt a javaslatot. Szerettem volna látni azt, hogy mi az előnye az önkormányzatnak. Aztán minél többet leültünk közös asztalhoz, annál inkább meggyőződtem arról, hogy ez egy jó döntés lesz a számunkra, hiszen az önkormányzatnak sem pénze, sem apparátusa, munkáreje, sem szakmai tudása nincs ahhoz, hogy a sportpályát felvirágoztassa, a sport a régi múltjával tudjon egy újabb fejlődést produkálni a számunkra. A sportegyesület megújult tagjai, viszont láttam a tagokba azt a lendületet, azt az akaratot, azt a törekvést, amivel neki akartak ennek az egésznek indulni, és Urbán Gábor, a sportegyesületnek az elnöke, illetve ifjabb Száraz Zoltán egy olyan koncepciót adott be a képviselőtestület elé, amiből azt a következtetést vontuk le, illetve egy nagyon nagy felelősséget raktunk a sportegyesület vállára, azzal, hogy a sportpályát kiadtuk bérbe nekik, mert ugye levettük a kötelezettségeinket a saját vállunkról, miközben rátettük a sportegyesület vállára. Tehát gondolok én erre, a sportegyesület ez miatt bizonyítani akar, bizonyítani fog. Ezt a bizonyítást elkezdte, mert hogyha mennek a főúton és a sportpályára rátekintenek, azóta mióta az önkormányzat kiadta bérbe a sportpályát, állandóan munkagépek dolgoznak ott. A nagy sportpályát úgy, ahogy van, gyomtalanították, fűmagozták. A műfüves pályához úgy, ahogy van, társadalmi munkába hozzájárultak, illetve lobbiztak annak érdekébe, hogy ezt a keretet megnyerjük. Az öltözőt elkezdték felújítani, erre sem keretünk, sem pénzünk, sem munkaerőnk nem lett volna. De mondhatnám azt, hogy következőkbe csapatot építenek, illetve nézzük a pályázati lehetőséget, hogy maga az ingatlant hogyan tudnánk az elkövetkező évekbe felújítani, korszerűsíteni. Ha a sportegyesület számára az önkormányzat nem adja bérbe az idei évben ezt a sportpályát, akkor most jelen pillanatban nem tartanánk ott, ahol tartunk. Tehát ez egy nagyon jó megállapodás, és gratulálok a képviselőtestületnek, hogy meghozta ezt a megállapodást. Remélem, hogy a kartaliak ugyanezt fogják gondolni, hogyha végignéznek a sportpályán, akár most, akár az elkövetkező időszakban. Elkezdődtek a játszótér kialakításához az eszközbeszerzések, illetve a fajátékok elkészítésének a munkálatai. Jövő év tavaszán a gyermekek birtokba vehetik. Azért jövő év tavaszán, hiszen már kifutottunk egy picit az időből, késő van, tél van, nem szeretnénk az idei évben alapozni, betonozni, de tavasszal el tudjunk indítani. Szarvas Csabi vezetésével a közhasznosak gyönyörű várat építettek, babaházat készítettek, tehát amit lehet a közhasznús állomány közalkalmazottak, minden olyan szakipari munkát elvégeztek, amire egyébként is, amit meg tudtunk csinálni. Csak olyan eszközöket vásároltunk, amit nem tudtunk saját kezőleg előállítani, illetve ugye előírás az émi rendelet alapján,
hogy EU szabványnak megfelelő. Rengeteg pénzt tudtunk így megspórolni. Az 56-os emlékév kapcsán pályázatot nyújtottunk be, melynek keretében 2017 tavaszán büszkeségpont került kialakításra településünkön. Itt is egy picit kitörőt tennék. A hivatal előtt beszélgettem valakivel, és egy kartali férfi odalépett hozzám, és azt a kérdést tette fel, hogy Kartalon miért nincs 56-ról egy emlékmű, egy kopjafa, vagy bármi. Nyáron még nem igazán volt a médiában, nem igazán hirdették a büszkeségpont pályázatot. Mi akkor utána néztünk a lehetőségeknek, megtaláltuk ezt a büszkeségpont pályázatot, beadtuk, képviselőtestület döntött arról, hogy megpályázzuk, és ezt a pályázatot is sikerült megnyernünk 4 millió forint összeg értékben. És azért mondtam ezt az előzőt, hogy egy férfi odalépett, egy kartali lakos, nem mondok most nevet, és felhozta ezt az 56-os emlékművet, ha ő akkor nem lép el oda, nem kezdek el gondolkozni azon, hogy nekünk miért nincs. Nem kezdek el az interneten keresgélni, és lehet, hogy nem adjuk be ezt a pályázatot. Lehet, hogy később adtuk volna csak be, amikor már médiában is megjelent, lehet, hogy kifutottunk volna a keretből. Arra akarok itt utalni, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, hogy párbeszédet folytatunk egymással. Mennyire nagy jelentősége van annak, hogy megállítanak, mint polgármestert, és nagy jelentősége van annak, hogy megállítják a képviselőtársaimat is, hiszen mi azért ülünk itt, és azért választották meg minket, hogy párbeszédet folytassunk. Szóljanak akkor is, hogyha pozitív véleményük van, hogy tudjuk, hogy jó úton járunk. De jelezzék felénk azt is, hogyha negatív véleményük van, vagy valamit máshogy kellene csinálnunk, ebből tudjuk leszűrni a tapasztalatokat, és ebből a negatív kritikákból tudunk építkezni. Jöjjenek be, de mondanék egy másik tapasztalatot is. Volt választás napján pont a Zebrán egy újabb baleset. Az interneten rákövetkező pár hétben Facebookon elkezdődött egy eszmercsere a fiatalok körében, és arról találgattak, hogy hogyan kellene a zebrát biztonságosabbá tenni. Régebben egy ilyen eszmecsere mindig negatív volt, tehát általában mindig az önkormányzatot szitták, az önkormányzat nem figyel, de az önkormányzat felelőssége. És egy teljesen új dologgal szembesültem. Nézzék meg ezeket a beírásokat. Nem szitták az önkormányzatot, hanem elkezdtek gondolkozni a fiataljaink. Elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogy segítsenek az önkormányzatnak, hogy kellene adományokat gyűjteni, hogy tudnák megoldani, milyen szakmai segítséget tudnának nyújtani. Tehát máshogy állnak hozzá kartali lakosok, mint fél évvel, egy évvel ezelőtt. Építő jelleggel beszélgetnek az interneten. Ami még tovább is léptek, ezek az internetes eszmecserét folytató fiatalok, megbíztak egy embert, és mondom is a nevet, Nagy Tamást, hogy jöjjön be, és vegye fel a kapcsolatot velem. Leültünk, kértem, hogy küldje meg azt az anyagot, amit összegyűjtött a zebrával kapcsolatosan, nézzük meg. Tehát nem csak arról van, hogy bebújnak, arról szól az élet, hogy bebújnak a számítógép mögé, és névtelenül vagy névvel vállalva negatív kritikát elmondják, sőt, még helyesbítek, nem negatív kritikát, egyszerűen csak eszmecserét folytatnak, javaslatokat tesznek, hanem arról szól a mai történet, hogy ezek a fiatalok felvállalják az arcukat, bejönnek, és a segítségüket nyújtják, a szakmai segítségüket szeretnék adni. Megváltozott sok minden változás, lépett az önkormányzat életébe, nem minket bántanak, hanem egyszerűen a segítő jobbjukat nyújtják, nekünk meg kutya kötelességünk ezt a segítő kezet elfogadni. Következő évben fog elkezdődni a szennyvíztisztító tele felújítása, melyre majdnem 600 milliót, ha pontos akarok lenni, 587 millió forint uniós forrást fogunk kapni Versek településsel közösen. Nagyon remélem, hogy tavasszal már elindul a beruházás, és ezzel a kartali lakosoknak is a vízdíja kevesebb lesz. Csökkenni fog. Szeretnék megemlíteni egy újabb pályázatot. 2-3 héttel ezelőtt, november végén benyújtottunk egy pályázatot a sportcsarnok felújítására, korszerűsítésére. A sportcsarnok 10 évvel ezelőtt épült. Vannak hiányosságai. A hiányossága a légbefúvás.
Tavasztól őszig a sportcsarnokban az ünnepségeket úgy lehetett megtartani, illetve a sporteseményeket, hogy meleg volt, nem volt megfelelő szellőztetés. Rendkívül sokba kerül ennek a berendezésnek a beszerzése. Ezt csak pályázati úton tudja az önkormányzat megvalósítani. Volt egy Magyar Kézilabda Szövetség által kiírtak egy pályázatot. Domonyi kézilabdások felhívtak minket, jelezték, hogy ebbe a pályázatba, hogyha indulunk, akkor ők biztosítják azt a feltételt, hogy együttműködést írnak alá az önkormányzattal, hogy a pályázaton indulni tudjunk. Lefordítva egyszerűbben, tehát csak akkor tudtunk volna a pályázaton indulni, ha van saját kézilabda csapatunk, de nekünk nincs. Nem kellett megkeresnünk más csapatot, Domony önként jelentkezett. A domonyi csapat 5 éve jár hozzánk, nálunk edz, és a vezető edzőjük saját magától minden feltétel nélkül ajánlotta fel ezt az együttműködési megállapodást, annak érdekében, hogy Kartalon a sportcsarnokot fel tudjuk újítani. Elgondolkoztató, hogy egy másik település nem az ő hasznuk, nem az ő előnyük, és mégis velünk együtt tudnak gondolkozni, velük önjünk tudnak örülni annak, hogy mi fejlődünk, nem az irítség, hanem az van az ő fejükben is, hogy Galgamente van, nem csak kartaliaknak kell összefogni, hanem egy picit szétszakadt Galgamentei települései egymástól újra össze kell fogni. Ha így összefogunk egymással, akkor nagyon sok mindenbe előrébb tudunk lépni. A sportcsarnok pályázata 50 millió forintról szólt. Tegnap előtt hívott fel Vécsei László országgyűlési képviselő úr, közölné a jó hírt, ami még talán nem annyira hivatalos, de mondja ki, országgyűlési képviselő úr, ön. Nem hivatalosan Kartal megkapja ezt a pályázati támogatást. Tehát megint csak nyertünk. Nem győzöm hangsúlyozni, az elmúlt hónapokban folyamatosan nyerünk. És itt szeretném megköszönni nem csak a képviselő úrnak a segítségét, hanem Kovács Róbertnek a segítségét is, aki ebben aktívan megint csak együttműködött és részt vett. Zöld hulladékokról. Mivel ugye nincsen megfelelő komposztálónk, ezért ebben az évben is a zöld hulladék zsákok kiosztásával került ártalmatlanításra a kerti hulladék, melynél a háztartások áprilistól novemberig havonta 4 zsákot kaptak ingyen. Idei évben 43.600 darab zsákot vásároltunk az előző évi 28.400-hoz képest. Át kell gondolnunk, hogy kell-e komposztáló, rendkívül sok pénzbe kerül, nem csak maga a beruházás, hanem annak a fenntartása is. Úgy látom, hogy a lakosok teljesen beálltak erre, és felvették ezt a életstílust végül is, hogy a zöld hulladékot a zsákokba elhelyezik. Nagyon kevés helyen látok égetést, az pedig abszolút szinte alig történik meg, hogy hétfő kivétel másnapokon rütüzelnek a lakosok. Ami nagyon lényeges, 2017. január 1-től a Dunakeszi tankerület az iskola működtetési feladatait át fogja venni az önkormányzattól. Ez azt jelenti, hogy az iskola költségei úgy, ahogy van, a Dunakeszi tankerülethez kerülnek, nem az önkormányzatnak el kell állnia ezt a költségeket. A sportcsarnok üzemeltetése továbbra is az önkormányzatnál marad, illetve a konyha ellátása is, tehát a konyhát is továbbra is az önkormányzat fogja üzemeltetni és működtetni. És hát lényegében egy nagy kötelezettség lemegy a válunkról. Az mellett azt is tudnunk kell, hogy ez egy teljesen új helyzet a tankerület számára, tehát puding próbálja az evés, tehát ezt az önkormányzat, illetve a tankerület is nagy kérdőjellel nézi, hogy fog ez alakulni. De a kezdeti gyerekbetegségeket meg fogjuk látni, hogy mi lesz a negatív, hogy tudjuk orvosolni. A mi feladatunk, bármennyire a tankerület átveszi az iskolákat, hogy továbbra is a gyerekek megfelelő színvonalú oktatást kapjanak. Pénzügyi csoport vezetője felhívta a figyelmemet Járói Zsigmondnak a idézetére, ezért muszáj, hogy elmondjam. Legnagyobb befektetés a gyermek. És ez teljes mértékben igaz. Egyik beruházás sem ér annyit, mint a gyermek. Az, hogy a jelent mi alakítjuk, az egy dolog, a jövőt,
attól fog függni, hogy gyermekeinket hogyan neveljük, milyen gyermeket, milyen kisembert fogunk a nagyvilág elé tenni. És a mi sorsunk is ettől fog függni, tehát bármiben a tankerületnek segíteni kell, nekünk ott kell állni abba a pillanatban, és az iskola mellett is ott kell állni, bármennyire. Nem az önkormányzat feladata, de a gyermekeink oda járnak, és nem hazudtolhatjuk meg önmagunkat. Mindannyian szülők vagyunk, a gyerekeinket nem adjuk, csak az iskolát. A mellékutak kátyúzása megkezdődött, illetve folyamatban volt, tavaly évben és idei évben is finn aszfalttal. Ezt tudom, hogy csak tűzoltás, de addig, amíg újabb pályázati lehetőség nincs a mellékutak kátyúzására, ezzel is kell beérnünk. Abban a pillanatban, ha lesz pályázati lehetőség, akkor élni fogunk természetesen ezzel is. A közhasznú programba való részvétel, ennek munkaerőhatékonysági kihasználtsága szintén jelentős az önkormányzat életébe. A közhasznúsak járdalapokat készítenek, a játszótér kilakításánál, a várak, a babaházak elkészítésénél aktívan részt vesznek. A nyári munkáknál, az intézmények, óvoda, bölcsöde, iskoláknál felújítási munkákat a közhasznúsak végzik, ugyanúgy a fűnyírástól kezdve a szemét összeszedést, a sportpályán rengeteget segítettek. Asztalos egyéb munkák igénybevételénél fűnyíráskor mindig számíthatok a közhasznúsaknak, ezért külön köszönet illeti meg őket. De az elmúlt héten a temető mellett két oldalt, ahol az autók szoktak állni, meg kell nézni, hogy milyen felújítások, illetve munkálatok zajlottak. A fákat megmetszettük. A fák megmetszésére azért volt szükség, hogy újabb viharkár esetén ne tegyék tönkre a sírokat, mint az elmúlt évben, illetve le fogjuk gyalulni a két út helyét, hogy ott parkolót tudjunk biztosítani. A viharkárra visszatérve biztosítótól kaptunk pénzt, amit természetesen visszafordított az önkormányzat és képviselői döntés alapján, a viharkárba károsult családtagoknak kifizettünk. Tehát ahol a síremlék megrongálódott, 100%-osan nem tudtuk a károkat kiegyenlíteni, de arányosan legalább teljesíteni tudtuk a biztosított összegből. Visszatérnék egy pár mondat elejéig a zebrára, a kastélykert előtt levő zebrára. Ugye nagyon sok baleset történt ott, és a választás napján is, népszavazás napján is volt egy balesetünk. Meghívtam az Elmémász régióvezetőjét, a közutasokat, a közlekedési osztályvezetőjét, tehát a rendőrség képviselőjét, a közutat, illetve az Émász régióvezetőjét. És elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mit is lehetne csinálni annak érdekében, hogy több baleset ne történjen. A legfontosabb a világítás megoldása. Az régióvezetőtől azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mostani világítás bármennyire megfelelő erősségű, de nem megfelelő helyen van. A zebrák esetében mindig előtte, 2-3-4 méterrel előtte kell az oszlopnak lenni, pontosan azért, hogy magát a zebrát világítsa meg. Az régióvezető úrtól ígéretet kaptam arra, hogy mind a két helyen plusz oszlopokat fog felállítani megfelelő világítással. A rendőrség közlekedés osztályvezetőtől, köszönöm Nagy Gábornak, hogy kiegészített, ígéretet kaptam arra vonatkozólag, hogy a sötét időszakban, így a téli időszakokban a rendőrség megpróbál rendőrt biztosítani a zebrákhoz, az esti miséket követően, ezzel is biztosítva, hogy minél kevesebb baleset történjen. Illetve az elmúlt vasárnap a rendőrség részéről láthatósági mellényeket osztottak ki. Az atyát megkértem, hogy tájékoztassa a híveket, hogy ezeket a láthatósági mellényeket, hogyha nem is nagyon örülnek, és nem is nagyon dizájnosak, nem is nagyon divatosak, de vegyék fel legalább addig, még a zebrán átmennek, hogy az autósok lássák őket. Ezzel is megelőzzük a következő bajt, vagy inkább úgy mondom, ne legyen következő baj. A közútkezelőtől kértem, hogy a főúton végig fessék fel
a felező vonalat, ugyanúgy Kartalon, illetve Kartal Aszút között. Abszolút nem látni, pláne sötétben. Bármikor baleset veszélyes, a közútkezelőnek törvényi előírás, hogy évente kétszer felül kell vizsgálni. Tudom, hogy ők is pénzügyi keret hiány vannak, de ragaszkodni fogok, és addig fogok hozzájuk menni, amíg nem valósítják meg ezt. Illetve meg szeretném említeni szintén az egyik lakosunknak a szakmai tanácsát, ugyanúgy, ahogy az előzőkben említett személyek, felhívott Juhász Tamás, és felajánlotta a szakmai segítségét. Tamás közlekedéstudományi intézettel van kapcsolatban, teljesen ingyen és bérmentve a közlekedéstudományi intézet december elejére egy felülvizsgálatot fog végezni a Zebrán, illetve a templom környékén. Ez a felülvizsgálat meg fog történni nappal, meg fog történni éjszaka, esős időszakba, illetve száraz időszakba. Egy komplett tanulmányt fognak elkészíteni, amit el fognak juttatni a rendőrségnek, a közútkezelőnek, illetve az émásznak. Ez alapján, a tanulmány alapján konkrétan ki fogjuk tudni dolgozni, hogy a közvilágítás, az új oszlopok elegendőek lesznek-e az újabb baleset megelőzésére, vagy egyéb mód lehetőséget kell keresnünk, egyéb módot kell keresnünk arra, hogy hogyan tudnánk a balesetet megakadályozni. Juhász Tamásnak ezúton is köszönöm a segítségét, illetve az elkövetkező időszakban is ugye folyamatosan kapcsolatban leszünk, tehát megint csak fel szeretném hívni a figyelmet az önkormányzatnak, hivatalnak, nincs akkora apparátusa, hogy minden szakterületet le tudjunk fedni. Tehát a kartaliaknak a szaktudására, a sokrétű szaktudására szükség van. És ami nagyon jó, hogy ingyen, bérmentve felajánlják ezt a szaktudást, nem csak a sajátjukat, hanem a kapcsolatukat is. Még egyszer elmondanám a pályázatokat, csak hogy érzékeltessen, mennyit nyertünk. Óvoda 30 millió, 56-os büszkeségpont pályázat 4 millió, ASP csatlakozás 7 millió, MLS műfüves pálya 30 millió, Magyar Kézilabda Szövetség sportcsarnok 50 millió. Több mint 120 millióról beszélünk. Az elmúlt 2-3 hónap hozadéka. Én nagyon elégedett vagyok ebben a székben, a képviselőtársaim remélem nagyon elégedettek abba a székbe, és Kartal lakosai is remélem nagyon elégedettek lesznek otthon a tévé előtt. Köszönjük szépen megint, képviselő úr! Folyamatban levő pályázat. Műfház korszerűsítési pályázat 46 millió, várunk a döntésre. Külső sporteszközök, két helyszínen valósulna meg külső sporteszközöknek a beruházása. Ezerre a pályázatra is még várunk a döntésre. Illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy gépekre pályázatot nyújtsunk be. Jelen pillanatban a traktorunkat szeretnénk pótkocsival, illetve egyéb munkaeszközökkel kiegészíteni. Ebbe Kalcsó Tibortól fogom majd a segítséget kérni, illetve kapni, hogy milyen munkaeszközökre van még egyébként szükségünk. És ezt is meg fogjuk pályázni. Néhány eseményről, ünnepségről, megemlékezésről hagyd tegyek szót. Tudom, hogy a lakosok egy picit keveslik azt az eseményt, ami Kartalon megvalósul. A környező településeken már vannak falunapok, kialakult hagyományok. Egy picit mi Kartal le vagyunk ülve, de mondanék egy-két dolgot, amivel ellent mondanék a kartali lakosoknak. Azért nálunk is történtek szép dolgok. Gondolok itt a szüreti felvonulásra, ahol 250 gyermek és felnőtt öltözött be, és ment végig a falun. Gondolok itt a szüreti bálra, ahol a Kastélykert panzióban nem tudtunk egyszerűen táncolni, annyian voltunk. Gondolok itt az EB-vetítésre, ahol a foci mérkőzést vetítettük, abszolút nem értek a focihoz, de sok olyan embert láttam, aki nem a foci vetítése miatt jött ki, egyszerűen csak a hangulat miatt. Mondhatom azt, hogy soha ennyien egy időben a Petőfi téren még nem voltak. Mi volt ez? Semmi más, nem a foci miatt jöttek elő az emberek, az miatt, mert a kartaliak szeretnek együtt lenni. Csak egy pici eseményt kell találni, együtt vannak, együtt nevetnek, együtt sírnak. Az 5 évesek, 6 évesek ugyanúgy szurkoltak, a 20 éves, 30 éves fiúkkal, lányokkal örjöngtek,
és együtt szomorkodtunk, amikor veszítettünk, de lehet, hogy a foci csapat veszített, Kartal óriásit nyert ezen a mérkőzésen. De ugyanúgy szeretném megemlíteni a Mikulást. Ugye az önkormányzat, ugyanúgy, ahogy az előző években Mikulás csomaggal jutalmazta, hogy úgy, nem, rosszul mondom, nem az önkormányzat, a Mikulás jutalmazta a gyerekeket, az óvodát, bölcsödét és az iskolásokat. Az önkormányzat nem hoz semmit, csak a Mikulás hozza. De volt Mikulás vonat. Nagyon sokan dicsértek a Facebooktól kezdve mindenhonnan, hogy mennyire jó ötlet volt ez tőlem, és milyen jó. Most szeretném kijelenteni, nagyon örülök, és nagyon jó esett ez a dicséret, de az ötlet nem az enyémé volt. Szárazné Cser Brigitának köszönöm szépen, hogy felhívott. Elmondta az ötletét, amit könnyű volt már utána megvalósítani, és mi elvittük a pálmát, úgymond. Tehát az önkormányzat elvitte a pálmát, hogy milyen jó dolgot valósítottunk meg. Megint vissza szeretnék utalni arra, hogy mennyire fontos a párbeszéd és a kommunikáció. Valakinek van egy jó ötlete, mondj el, lehet, hogy meg lehet valósítani, lehet, hogy nem. Lehet, hogy akkorát lehet belőle alkotni, mint amit a Brigitta csinált. Szólt, hogy milyen jó ötlet lenne a Mikulás vonat. 700 gyereket vonatoztattunk meg. De felültek a pedagógusok, felültek az óvónők, és ugyanúgy élvezték, mint a gyerekek. Tehát ez nagy dolog, a gyerekek úgy mentek haza, hogy örömmel. Én úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen kisebb, apróbb, nagyobb eseménnyel tudjuk emelni a kartaliak színvonalát, a másik pedig, hogy érezzék jól magukat ezek a gyerekek érezzék magukat jól a kartaliak, mert hogy azért csak ő miattuk csinálunk mindent. A másik nagyon fontos dolog, Vécsei László kapcsolatrendszerének köszönhetően a Fővárosi Nagy Cirkusz értékesítési menedzsere keresett meg, hogy cirkuszba ingyen jegyet tud biztosítani nekünk. Éltünk ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt két hétben 350 gyermek ingyen látogatott el a Fővárosi Nagy Cirkuszba pedagógusokkal együtt. Az alsó tagozatos iskolát úgy, ahogy van, el tudtuk vinni cirkuszba. A gyerekek örültek, a cirkusznak megköszöntük ezt a nagyvonalú gesztust, illetve felhívtuk a figyelmüket, hogy van még körülbelül 260-300 gyerek a felsőbe. Ők ezt megjegyezték, remélem januárban vissza fognak hívni minket. De folytathatnám a művelődési házzal, akik folyamatosan évről évre megszervezik az ünnepségeket, melyeket ugyanúgy köszönet éri őröket. Akár az idősak napját, akár a március 15-i ünnepségek, amik fölött úgy elmegyünk, nem vesszük észre, mert már ezek olyan természetesek, hogy csinálják, hogy ez is kész van, hogy ez is megvan. De nem mindegy, hogy folyamatosan, színvonalasan szervezik meg, és nekünk semmit sem kell csinálni, megszervezik, oda teszik magukat, és mi csak élvezhetjük az ünneplést. Itt említeném meg, hogy újra lesz falukarácsony, harmadik alkalommal, 16-án, 17-én. Mindenkit sok szeretettel várunk, pénteki nap 4 órai kezdéssel, 4:30-tól pedig az óvodások, iskolások fognak fellépni. Szombati nap 3 órakor a művelődési házba lesz falukarácsony, előtte, illetve utána ugyanúgy a Petőfi téren a falukarácsony elkezdődik, illetve folytatódik, zsíros kenyérrel, forralt borral, beiglivel várjuk a lakosságot, kicsiket és nagyokat, kérem, hogy jöjjenek el, és érezzük egymást jól, és mutassuk meg, hogy a szívünk azért ott van. Nagyon nagy esemény, hogy október 2-án helyi időközi választást tartottunk. Az előző polgármesterasszony június 15-én lemondott. Mivel népszavazást tartottunk, népszavazás volt október 2-án, így a költségeket csökkentve erre a napra időzítettük a helyi önkormányzati választást. Költségeit tekintve lényegesen jobban jöttünk ki, arról nem is beszélve, hogy fölösleges időt takarítottunk meg az hivatal dolgozóinak, illetve nem gondolnám, hogy kétszer kellett volna választani Kartal lakosainak. A népszavazásnál, ahogy a képviselő úr már említette az előző adásokban, Kartal zászlós hajós volt. Közel 56%-ot értünk fel részvétellel. Galga mentén messze a legtöbbet.
És itt van az összefogás és az összetartás. Én nagyon büszke vagyok a karteli lakosokra, megmutattuk azt, hogy mi felelősséggel gondolkozunk, kiállunk a kormány mellett. Mi nekünk nem mindegy, hogy mi történik akár Kartallal, nem mindegy, hogy mi történik az országunkkal. Részt vettünk, és nagyon remélem, hogy a maradék 44% elgondolkozik azon, hogy ők miért nem. De majd, gondolom, ők is elgondolkoznak ezen. A helyi önkormányzati választás következtében egy megújult képviselőtestület kezdte el a munkáját október 2-át követően. Új alpolgármestert választottunk dr. Gyöngy Mónika személyében, új képviselőtaggal bővült a képviselőtestület Száraz Zoltán személyében, illetve új szociális bizottság elnökének Urbán Attilát választotta meg a képviselőtestület. Gratulálok az új tagoknak, illetve az új elnök úrnak. Dr. Gyöngy Mónika, illetve Száraz Zoltán betegség miatt nem tud részt venni. Hagy említsem meg azt, hogy mivel az önkormányzatnak nincs saját jogásza, Mónika az összes jogi ügyet viszi a hivatalnál. Ez azt jelenti, hogy nem adunk ki erre költséget. Felülvizsgálja a szerződéseket, segít annak megszüntetésébe, ő adja jogi tanácsot. Tehát nem csupán alpolgármesteri feladatokat, annál sokkal többet lát el. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a megbízatást, és remélem, hogy a továbbiakban is hasonlóan jó, sőt, még jobb kapcsolattal, nemhogy jobb, nagyon jó kapcsolattal tudjuk végigvinni ezt a ciklust. Száraz Zoltánról annyit szeretnék mondani, nincs itt, hátam mögött fogok róla beszélni. Egyrészt gyógyulást kívánok neki, másrészt, mint külső bizottsági tag is aktívan részt vett. Pénzügyi bizottságban volt külső tag, és az elmúlt időszakban is aktívan részt vett az önkormányzat életében. Nem csak lobbizott a pályázatokért, hanem a kapcsolatait minden tekintetben az önkormányzat rendelkezésére bocsájtotta. Tehát olyan előnyöket tudtunk általa akár a sportpályán, akár a műfüves pályán elérni, amit az ő kapcsolatrendszere az ő segítsége nélkül nem ment volna. Én köszönöm neki a munkáját, és remélem, hogy a következőkben is ugyanígy fogja segíteni az önkormányzatot. Vállalkozók összefogásával és kizárólag az ő adományukból Forter autót vásároltunk a körzeti megbízottunk részére. Körzeti megbízott urat rögtön be fogom mutatni. Én szerettem volna a vállalkozóknak a névsorát felolvasni, de a vállalkozók kifejezetten kérték, hogy ők nem azért adták a pénzt, hogy szerepeljenek a tévébe, és a karteli lakosok tudják, hogy kik adtak ebbe a Forter autóba, hanem ténylegesen magukénak érzik Kartal sorsát, mivel nekik a Jóisten többet adott, ezért úgy gondolták, hogy abból egy kicsit a közösségnek, a társadalomnak visszaadnak. Én köszönöm szépen ezt a felfogást, köszönöm, hogy így állnak hozzánk, és én ezt mondom nem csak a magánszemélyeknél, vállalkozóknál is tapasztalom, hogy változás indult el, teljesen máshogy gondolkoznak a vállalkozók, beleteszik a pénzüket, az önkormányzatba felajánlják a pénzüket, társadalmi munkájukat, illetve a kapcsolatrendszerüket, ami a mai világban lényegesen nagyobb, mint bármi. Köszönöm a hivatal dolgozóinak, hogy aktívan részt vettek a 2016-os évben. Az önkormányzat oszlopai tartó pillérei, és ezt nagyon komolyan gondolom. A hivatal dolgozói azok a szakemberek, akik tudják az önkormányzati törvényt, szakmaiságukkal ők tudják képviselni, illetve előbbre vinni a hivatal munkáját. Bátran mondhatom azt, hogy mindegyik hivatali dolgozó lényegesen magasabban képzett, mint ami a munkaköréhez előírt. Tehát egy nagyon magasan képzett, alulfizetett hivatali dolgozókkal dolgozunk, de remélem, hogy egyszer az életpálya modell a köztisztviselőket is el fogja írni, és be fogjuk tudni jelenteni a munkabér emelést. Három fő új kollégával bővült a csapat, a hivatali dolgozók, két új kolléganőt vettünk fel, illetve Kassa Istvánt, aki Szarvas Csaba, illetve Szabó István mellett erősíteni fogja a műszaki vezetőknek a sorát. A képviselőtestületnek köszönöm az ezévi munkáját,
A képviselőtestület tud és akar is együtt dolgozni. Akkor, amikor az elmúlt időszakban azt hallottam Kartal lakosaitól, hogy a képviselőtestület nem elég aktív, mert nem látnak vitatkozást és nem látnak veszekedést. Ez nem azért van, mert a képviselőtestület tagjai nem dolgoznak. Ez azért van, mert a bizottsági üléseken mi megtárgyaljuk, ha kell összeveszünk, és ha kell vitatkozunk egymással. Nagyon komoly szócsaták szoktak itt folyni, és nagyon komoly ellentétek is szoktak lenni. De ezek az ellentétek csak itt ennél az asztalnál van, egymással megbeszéljük. Pontosan azért vannak ezek a vitatkozások, hogy a különböző viták, hogy a különböző nézeteinket el tudjuk egymásnak mondani, és a legmegfelelőbb, legoptimálisabb döntést tudjuk hozni. Ez a képviselőtestület erős, szakmailag képzett, nagyon sok területről képviseli magát, tehát bármelyik kartali lakos, aki azt mondja, hogy egy gyenge képviselőtestülettel van, áll szembe, megcáfolom, bármikor jöjjön, üljön le velem, és el fogok kezdeni vitatkozni vele. Bármikor. És akkor nem marad más, mint a köszönetnyilvánítás. A legfontosabb dolog. Köszönetünket fejezzük ki Vécsei László országgyűlési képviselőnek. Azért, mert itt van. Azért, mert folyamatosan kommunikál velünk, azért, mert folyamatosan kérdezi, hogy mire van szükségünk, és azért, mert úgy áll a településhez, ahogy egy országgyűlési képviselőnek kell, hogy álljon. És azért, mert az elmúlt időszakban folyamatosan nyertünk pályázatot. És azért, mert az Vécsei László országgyűlési képviselő mindenbe támogatja az önkormányzatot és Kartal lakosait. Köszönet a hivatal dolgozóinak, kidolgozóinak a kiemelkedő munkáért, kiemelve jegyzőasszony, aki a törvényességi őre, és mindvégig támogatta a munkámat, és támogatja a képviselőtestületet, illetve a hivatal dolgozóit. Köszönet a képviselőtestület tagjainak, hogy a képviselőtestülete részt vesznek, a pénzügyi szociális bizottságon aktívan részt vesznek, dolgoznak. A falukarácsonnyal kapcsolatosan olyan összefogás kezdődött el a képviselőtestület tagok között, hogy teljesen még én is el vagyok ájulva, mindenki felajánl, mindenki dolgozik, mert példaértékű ez az összefogás. Mindennyiótoknak köszönöm, és remélem, hogy ez a jó kapcsolat meg fog maradni, és ugyanúgy dolgozik tovább a testület Kartal érdekében. Köszönet az óvoda, bölcsöde, illetve az iskola intézményvezetőjének, köszönet a művelődési ház vezetőjének, illetve a könyvtár dolgozóinak is. Köszönetemet fejezem ki a dajkáknak, a pedagógusoknak, az óvodapedagógusoknak, a technikai dolgozóknak, akik munkájukkal nap mint nap segítik az önkormányzatot, illetve, ugye, mint ahogy az előbb is mondtam, legnagyobb befektetés a gyermek, a gyermekeinket. A gyermekeinket nevelik, és azokra vigyáznak. Köszönet az összes közalkalmazottnak, közhasznúsnak, az őket irányító vezetőknek, Szarvas Csabának, Kassa Istvánnak, Szabó Istvánnak, akik járják a falut, észreveszik a hibákat, és jó gazda módjára jelzik, vagy éppen a jelzés előtt már meg is oldják. Köszönet a helyi vállalkozóknak, idősebb Száraz Zoltánnak, hogy egy szóra berohantam, és a cirkusznak, a cirkusz járatnak, mármint annak a járatnak, ami a cirkuszba ment és vitte a mi gyerekeinknek, azonnal buszt biztosított. Köszönet neki, hogy megszervezte azt a vacsorát, ahol adományokat gyűjtött a helyi vállalkozóktól, hogy a Ford kisterautót, pick-up kisterautót meg tudjuk vásárolni. Terepjárót. Bocsánat, egy férfi van közöttünk. Autóba tévedni soha nem szabad. Köszönöm szépen. Köszönet azért, hogy az MLS pályázatnál lobbizott és segítette a műfőves pálya megvalósítása. Köszönetet mondok a sportegyesület tagjainak, a sportpályán dolgozó vállalkozóknak, Urbán Csabának, a Magyar Ép Kft. Ügyvezetőjének, ifjú Száraz Zoltánnak, aki az egész sportpálya működését, a műfőves pályát kézbe tartja, és az egészet leirányítja, levezényli. Köszönet Száraz Árpádnak, aki folyamatosan munkaerőgépekkel
emberekkel biztosítja társadalmi munkába a sportpályán zajló munkálatokat, aki az elmúlt évben a sátrakat adta, de ugyanúgy mondhatnám azt, hogy a telephelyet ingyen rendelkezésünkre bocsájtotta akkor, amikor az óvoda papírgyűjtésre konténert kellett, hogy hoznunk, és nem tudtuk hova tenni. Lehet, hogy apróságoknak tűnik, és önöknek jelentéktelen, vagy bárkinek jelentéktelen, de ilyen apró jelentéktelen dolgokból tevődik össze a közösség, és ilyen apró jelentéktelen dolgokból tudunk mi nagyon nagyok lenni egyszer majd. De lehet, hogy már azok vagyunk. Köszönök Deák Gábornak, aki csak az anyagköltséget kell, a Deák Gábornak, akinek csak az anyagköltséget kell biztosítanunk, úgy, ahogy van a munkadíjat ingyen. Tehát munkadíjat nem számol fel, ő és a dolgozói ingyen dolgoznak a sportpályánál. Köszönet Balatoni Ottónak, akinek bármikor szólunk, ingyen jön és segít. Legyen ez ásás, legyen ez a sportpálya, legyen ez a temetőnél munka. Köszönet Száraz Tamásnak, aki folyamatosan ugyanúgy vezeti a munkagépeket, és ott van a sportpályánál. Köszönet Juhász Jácintnak, aki szintén vállalkozó embereit, gépeit adja, és természetesen pénzét is. Köszönet Langa Gábornak, aki a sportpályán ugyanúgy részt vett, falukarácsonyban aktívan részt fog venni, és társadalmi munkával, illetve pénzzel is támogatja a sportpályát. Köszönet Krizsanyik Jánosnak, aki a nyilászárókat teljesen ingyenesen bocsájtja rendelkezésre a sportpályán. Schuster Tamásnak, Szarvas Csabának, aki megint csak a sportpályánál folyamatosan biztosítja a munkával a fejlődést. Köszönet Kalcsó Tibornak, aki ugyancsak anyaggal biztosította a sportpálya fejlődését. Nagy Péternek, aki teljesen ingyen dolgozik a sportpályánál. Sós Tamásnak, aki teljesen ingyen fogja kifesteni az öltözőket. Köszönet Vicián Attilának, aki nem kartali lakos, versegi, de például aszfaltozással segítette Kartal Nagyközség önkormányzatát. Köszönet Pető Zoltánnak, Telek Csabának, akik folyamatosan az árujuk ingyen bocsátja rendelkezésünkre az árujukat, árukészletüket, bármilyen rendezvény van. Köszönet a Tangazdaság vezetőjének, Nagy Ádám ügyvezetőigazgatónak, Kozma Tamás tulajdonosnak. Köszönet a TSZ vezetőjének, Urbán Imrének. Hogy őnekik mit köszönök? Egyrészt pénzbeli támogatás, másrészt szakmai segítséget nyújtnak, harmadrészt bármit kérünk tőlük, akár gépet, akár szükséges embert, mindent biztosítanak. Köszönet Tulipán Attila vállalkozónak, aki több éve Mikulásként várja a gyerekeket a falu végén, és Mikulás csomagot adhat. De azért is köszönet, mert folyamatosan ingyen rengeteg hozzájárulást ad az egyes rendezvényeinkhez. Köszönet Tóth Ilkó Tamásnak, a sportcsarnok pályázat beadásánál Tóth Ilkó Tamás több napon keresztül készítette a költségvetést, illetve a műszaki leírást. Normális esetben Tóth Ilkó Tamásnak vagy egy műszakisnak sok százezret kéne fizetni, ha egy költségvetést vagy műszaki leírást kellene elvégezni. Tamás ezt teljesen ingyenesen végezte. Köszönet a Fővárosi Nagycirkusz vezetőségének, hogy 350 fő gyermeknek biztosította lehetőséget, hogy ingyen cirkuszba mehessenek. Köszönet Illés Lászlóné Marikának, hogy folyamatosan aktívan részt vett az önkormányzat életébe. Köszönet Herceg Anikónak, aki folyamatosan megint csak segíti az önkormányzatot. Köszönet Juhász Tamásnak azért, hogy szakmailag támogat, és képvisel minket a Közlekedéstudományi Intézetnél, ahol egy forintot nem kell fizetnünk. Köszönet Szárazné Cser Brigitának azért, amit mondtam, hogy ötletel, hogy javasol, hogy bejön, és tudunk élni az ő javaslataival. És mielőtt befejezném, szeretnék köszönetet mondani, és egyben... De inkább fel is állok. Egy pillanat türelmüket kérem. Gábor, odaadnád a virágot? Jegyzőasszony, álljál fel! Idén jegyzőasszony közigazgatásban 30. évét töltött el, jubilát. 35. Elnézést kérek. Túl fiatal vagy még jegyzőasszony a 35-höz, de úgy látszik igaz, 35. Segítsél. 1997-től Kartal Nagyközség
jegyzője, tehát a 20. évét tölti itt nálunk. Igen. 35. jubileum, 20. életévét tölti itt nálunk, vagy munkásságát. Nagyon szeretném megköszönni a képviselőtestület Kartal lakosai nevében, hivatalgó dolgozói nevében, hogy itt voltál, hogy segíted a mi munkánkat, hogy velünk élsz, velünk lélegzel, velünk örülsz, és velünk szomorkodsz, hogyha valami nem sikerül. És hagyd mondjam el Kartal lakosainak, hogy képviselőtestület egyhangulag úgy döntött, hogy jegyzőasszonyt ezért címzetes főjegyzővé fogja előterjeszteni. Ebbe kérem majd Vécsei László segítségét, mert hogy ezt a főjegyzőséget nekünk kell előterjeszteni, de nem mi döntünk. Jutka, ha nem kapod meg ezt a titulost, számunkra akkor is címzetes főjegyző vagy, sőt, még ennél is több. Köszönöm, hogy itt vagy, és kérlek segíts tovább, javítsd be is a mi munkánkat. Én is nagyon köszönöm. Szeretném átadni a szót Vécsei László, országgyűlési képviselő úrnak. Mondjon pár szót nekünk. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a rendünk és közbiztonságunk területileg illetékes és jelenlévő őreit, a címzetes főjegyzői cím reménybeli várományosát, jegyzőasszonyt, 35. hivatalban töltött aktív évfordulója alkalmából, ez nekem is meglepetés, mert nem tudtam róla. Hogy ilyen öreg vagyok. Hogy nem, hogy már óvodáskora óta ebben a felelős beosztásban van. És végül, de legelső sorban a tisztelt kartali polgárokat, akik megjelentek a közmeghallgatáson. A közmeghallgatás ez nagyon-nagyon nehéz műfaj, és így az év végéhez közeledve a munkámból adódóan sok helyre kapok meghívást önkormányzatokhoz, és lévén én is valamikor, nem is olyan nagyon régen még önkormányzati ember voltam, én nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatom ezeket az évvégi beszámolókat minden önkormányzatnál, ahová hívnak, de el kell mondjam, hogy ilyen kerek egész és mindenre kiterjedő beszámolóval még nem találkoztam. Tegnap éppen a Kistercsét hallgattam végig, az is nagyon jó volt és nagyon figyelemre méltó volt, de itt tényleg látszik, hogy egy nagy-nagy munkának az elején vagyunk, és hatalmas a lelkesedés, és tényleg nagyon jól össze volt szedve ez az éves beszámoló. A köszönet nyilvánítások kapcsán én zavart éreztem, én úgy érzem, hogy a munkámat végzem, és a köszönet azokat illeti igazán, akik a munkájuk, a hivatásuk, a beosztásuk, a tisztségük mellett fölött pluszokat adnak, komoly pluszokat adnak egy-egy településnek a teljesítményéhez, és az én képviselői munkám sem lehet teljes akkor, hogyha ezek a teljesítmények nincsenek mellette, mögötte. Egy képviselőnek, nem csak nekem, bármely más egyéni országgyűlési képviselőnek is akkor lehet a munkája sikeres egy választókerületben, vagy egy választókerület településein, ha egyébként annak a településnek a lakói, annak a településnek a polgármestere, önkormányzata partnerként tekint a képviselőre, a közös munka hozza meg valóban az eredményt. Ahogy egy településen belül, vagy polgármester asszony is említette, úgy választókerületi szinten is. Én azt látom, azt tapasztalom, azt érzékelem, hogy Kartalon ez az együttműködési készség, hajlandóság, ez megvan, és hát ez is volt az egyik oka, amiért úgy gondoltam, hogy ezen az évzáró közmeghallgatáson mindenképpen részt kell vennem, mert a közmeghallgatás nyújtotta nagyobb nyilvánosságot is szeretném kihasználni arra, hogy elmondjam, hogy október 2-án a kartaliak nagyon-nagyon szép, hát majdnem azt mondom, hogy hitvallást tettek, egyfelől Magyarország szuverenitása mellett, másfelől pedig kinyilvánították azt, hogy egyáltalán nem közömbös számukra, hogy az önkormányzat hogyan áll föl, hogy az önkormányzatot kik és hogyan vezetik.
ehhez a munkához akkor is, azt követően is, és most is, kihasználva a közmeghallgatás nyilvánosságát, sok sikert kívánok polgármester asszonynak és a megújult képviselőtestületnek is. A beszámolóból is kitetszik, hogy bonyolult év volt a 2016-os, még bonyolultabbak voltak az előzmények. Összességében én azt hallom ki belőle, amit más önkormányzati beszámolóknál is, hogy a 2012-13-as önkormányzati adósságkonszolidáció, ami valóban a kormánynak egy különleges és egyszeri és nagyon nagy hatású intézkedése volt. Ez az önkormányzatok többségénél, így Kartal esetében is, a gazdálkodásnak a nulláról indítását, az újraindítását lehetővé tette, és ennek valóban látszanak már az eredményei. Az elmúlt évek tehát nehezek voltak, de most abból a felsorolásból is, amit polgármester asszony itt elmondott, előadott, abból is látszik, hogy a 17-es év az nagyon munkás év lesz. Hát a szennyvíztisztítónak az óriási beruházása, ami Kartalnak, a kartaliak életminőségét, Kartal közművesítettségének, infrastruktúra ellátottságának a színvonalát nagyon nagy mértékben fogja emelni. Ez egy rendkívül fontos és nagy és szép beruházás lesz, és hát a többi is, amit polgármester asszony felsorolt. Remélem, hogy mindezek a beruházások és mindazok, amik remélhetőleg még majd következnek, azok tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a kartaliak érezzék, hogy dolgozik a vezetőségük. A napokban, talán 2-3 napja hallottam egy rádió interjúban Tamás József atyával egy nagyon tartalmas, elgondolkodtató beszélgetést, ahol a kartali plébános úr a Kartalról nagy szeretettel beszélve a Mikulás hagyománynak a valódi tartalmáról beszélt, lényegét tekintve, hogy a igazi tartalma az nem az, hogy ajándékokat adunk egymásnak és külsőségekben éljük meg ezt az ünnepet, hanem ha jól emlékszem, akkor úgy fogalmazott, hogy a lényege, hogy mindannyian váljunk Mikulásokká, tehát mindannyian azt a lelkületet megélhessük, ami Miklós püspököt annak idején a szegényeken való segítésre és az ajándékozásra rávitt. Így az év végéhez közeledve azt gondolom, hogy a plébános úrnak a gondolatait karácsonyra is ki lehet, sőt ki is kell terjeszteni. Ezért a mai kartali közmeghallgatásnak a nagyobb nyilvánosságát, illetve a regionális televízióknak a nyilvánosságát is szeretném arra kihasználni, hogy mind a kartaliaknak, mind pedig a regionális televízió által elérhető többi település lakójának kegyelemteli és valóban a valódi értékek mentén megélt nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, családi ünnepeket kívánják, és hát természetesen egy munkával tölthető és eredményekben nagyon gazdag, boldog új esztendőt is. Azt hiszem, hogy bár nem nagyon lesznek olyan összejövetelek, olyan alkalmak, ahol nagyobb nyilvánosság előtt ezeket a jó kívánságokat az ember megteheti. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen a jó híreket, mert én is jobban fogok aludni, hogyha azt látom, hogy az önkormányzataink minden ellenkező híreszteléssel szemben azért jól és eredményesen működnek, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és polgármester asszonynak én jeleztem, hogy ha a beszámoló lement, akkor én szeretnék el is köszönni a jelenlévőktől, ha megtehetem. Köszönjük szépen. Hát mondhatok én nemet egy országgyűlési képviselő úrnak. Isten ments, hogy olyat merjek tenni. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, hogy itt voltál, és neked és a családodnak is sok sikert, áldott karácsonyt kívánok, és őrizzen meg nekünk nagyon sokáig téged. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és viszont kívánom minden jelenlévőnek és a televízió nyilvánosságának. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm.
Akkor folytatnánk, elnézést, és lehet, hogy ez már közben rá kellett volna térnem. Nagy Gábor, az aszódi rendőr őrsparancsnokát az miatt hívtam be, vagy az miatt hívtuk meg erre a közmeghallgatásra, mert hogy évközben mi beadtunk egy kérelmet, és ezt a kérelmet a rendőrség úgymond tárgyalta, hozott egy döntést, és körzeti megbízottat rendelt ki Kartalra. Én megkérném Gábort, hogy mutassa be a körzeti megbízottunkat. Eddig még nem volt mód lehetőség arra, hogy a tévé nyilvánosság előtt a körzeti megbízottunkat bemutassuk. Szeretném, hogyha Kartal lakossága megismerné, látná az ő arcát, be tudná azonosítani. Ha bármikor az utcán találkozik a körzeti megbízottunk, akkor tudják azt, hogy ő már Kartalhoz tartozik. Tehát vissza nem adjuk, ő már a mi rendőrünk, a mi fiunk, úgymond. Gábor, átadnám a szót neked. És köszönöm szépen a meghívást, hogy eljöhettem. Először is szeretnék gratulálni a Jedzi asszonynak ehhez az eltöltött évekhez, és kívánok még ugyanennyit. Ez nem csak egy két hónapos folyamat volt ez, hogy itt körzeti megbízott lesz. Jelen pillanatban itt van, de ugye még státuszbeli problémák vannak. Tehát ő még nincsen státuszon. Egyenlőre többletfeladatként ellátó járőrvezetőként látja ezt a dicsőséges posztot. Két évvel ezelőtt az aszódi rendőrös egy javaslatot tett az országos rendőrfőkapitányság felé, hogy Kartal Versegnek szüksége lenne egy körzeti megbízottra, továbbá Galgahévíz és Hévízdő településnek is szüksége lenne egy körzeti megbízottra. Ez a státusz kialakítás még jelen pillanatban is folyamatban van. Való igaz, hogy két hónappal ezelőtt kaptunk egy sürgető levelet. Égető probléma ez, ugye a bűncselekményi helyzetek és a baleseti helyzetek nem nagyon kívánják meg. A baleseti helyzet inkább megkívánja, hogy itt legyen úgymond egy falu rendőre, ami a Basor István rendőr törzsőrmester úrra került. Szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, polgármester asszonynak, hogy támogatott minket, mind szolgálati lakás kialakításában, mind pedig ugye a terepjáró gépkocsi felajánlásában, ami hát jelen pillanatban még nem a miénk, de a haszonkölcsön tudomásom szerint már létrejött. Alá is írta az országos rendőrfőkapitányság, és bizakodunk benne, hogy egy-két héten belül át fogjuk tudni venni ezt a gépkocsit. Ezt a gépkocsit a rendőrség fogja üzemeltetni, rendőrségi jelleggel el lesz látva ez a gépjármű, tehát lesz rajta egy rendőrség felirat. Tervezzük, hogy helyi vállalkozó segítségével egy Kartal Versek körzeti megbízotti felirat szerepel rajta, tehát ez a gépkocsi, ez itt fog szolgálatot teljesíteni, ami nem azt jelenti, hogy csak Kartalon. Ugye, hogyha a szükség megkívánja, és mondjuk bajtársaink segítséget kérnek, vagy olyan küldés cím van, amit ugye be kell segíteni a kollégának, akkor lehetséges, hogy ez az autó el fog menni mondjuk Galgahévízre. De, ugye mivel az önkormányzat ajánlotta fel, ez 99%-ban ez a jármű itt fog szolgálatot teljesíteni. Nem csak ezzel a gépkocsival fog ellátni szolgálatot a kolléga, rendőrségi jelleggel ellátott úgymond járőrautóval is fog szolgálatot teljesíteni. Ez a gépkocsi egy borzasztó nagy segítség számunkra, mivel Kartal és Versegnek rengeteg külterülete van, és ugye hát ezek az alacsony felépítésű járművek, amiket nekünk a Belügyminisztérium és az Országos Rendőrfőkapitányság biztosított ezzel nagyon nehezen tudjuk megoldani a külterületek ellenőrzését. Gondolok én itt a falopások, terménylopások megelőzése. Jó lesz ez az autó, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Tehát akkor engedjék meg, hogy bemutassam a leendő körzeti megbízottat, Bacsor István urat. Tudomásom szerint már itt lakik a volt fogorvosi szolgálati lakásban. Köszönöm szépen a segítséget. Lesz neki egy szolgálati telefonja, amit szintén a kartali önkormányzat bocsájtott a rendelkezésünkre. Azt a telefonszámot meg fogjuk adni, mihelyest a szerződést aláírjuk. Tehát azon az telefonszámon ő elérhető. Ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal ő egy gatyába is beugrik. Nagyon remélem, hogy be fog ugrani, de hogyha bármi probléma van, lehet hívni, és ha ő mondjuk jelen pillanatban nincs a településen, vagy nincs szolgálatban, akkor át fogja adni az információkat a szolgálatos járőröknek.
Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha bárkinek közbiztonsággal kapcsolatban kérdése lenne, akkor az legyen szíves, tegye föl. Igyekszem megválaszolni rá, ha nem tudok megválaszolni most, akkor levél útján felkészültem, megválaszolok rá. Köszönöm. Köszönjük szépen. Azt vettem ki a szavaidból, hogy ugye jelen pillanatban még nincs státusza. Ezt ugye tudom. Így van. Nagyon remélem, hogy rövid időn belül meg lesz ez a státusz, és akkor mint körzeti megbízott már csak körzeti megbízottként fog István tevékenykedni, aminek nagyon örülök, hogy egy fiatal rendőrt kaptunk. Azért jó, hogy fiatal rendőrt kaptunk, még nincs felesége, nincs gyermeke, már bocsánat, nem úgy értve, tehát annak örülök, hogy fiatal, itt fog nálunk letelepedni, hosszú távon fog tervezni. Tehát előbb-utóbb meg fogja ismerni a gyermekeinket, fiataljainkat, időseket is, tehát szeretné, feltételezem én, a jövőben is az életéveit itt eltölteni, és remélem, hogy így is lesz. Tehát úgymond kartaliak közé beilleszkedik, és ő is előbb-utóbb véglegesen kartali marad. Tehát hosszú távunk szeretnénk Istvánba gondolkozni, tehát ő egy hosszú távú beruházás számunkra, és hosszú távon tervezik. Hosszú távon tervezik az István is kartalral, ennek rendkívül örülök, akkor közösen hosszú távon tervezünk István. Remélem, hogy jó lesz ez az együttműködés. Én bízom benne. Gábornak pedig köszönöm a segítséget, illetve köszönöm a közreműködését is. Hazánkra szolgáljuk. Megkartalt. Többek között azt is. Köszönöm szépen. Foglalj helyet. Hát, ha nincs kérdés, akkor ne haragudjanak. Akkor elbúcsúzom. Egyéb már szolgálati feladatokat miatt el kell mennünk. Jelen pillanatban is van sajnos egy baleset a területen. Nem kartalon, hál' Istennek. Oda is ki kell mennünk. Köszönjük szépen a részvételt. Sok sikert. Köszönjük szépen. Jó István. Viszlát. Egyetlen egy dolgot szerettem volna még, mielőtt átadnám a szót a lakosságnak, illetve a képviselőtársaimnak. Itt baloldalt kint van egy fénykép, illetve kint van egy gyertya. Nem véletlenül. Domony polgármestere váratlanul legnagyobb megdöbbenésünkre egyik napról másikra minden előzmény nélkül eltávozott közülünk, meghalt. Mindannyian megdöbbenve fogadtuk ezt a hírt. A temetés óta még nem volt olyan testületi ülésünk, ahol tévéfelvétel lett volna, tehát nem tudtunk nyilvánosan, tehát részvéti táviratot természetesen megküldtük, a temetésen több kartalival együtt részt vettünk, de szeretném most a tévé előtt is, ebbe az adásba is kifejezni az önkormányzat, a képviselőtestület, és természetesen a kartali lakosok részvétét, mind a családtagoknak, mind pedig a domonyi lakosoknak. Csaba egy nagyon közvetlen ember volt, segítette a munkámat, rögtön befogadott polgármesterként. Nagyon mélyen érintett az eltávozása. A temetésen, amikor részt vettem, láttam a domonyiakat, hogy mennyire mélyen érint őket, hogy az ő vezetőjük elment. Szerettem volna így elbúcsúzni Csabától, hogy kint van a képe, illetve egy gyertya ígérte. Ha most ott fönt van, akkor biztos jó leszúrna, hogy minek ez a cirkusz, de már úgyse tud mit csinálni, tehát akkor is megcsinálom ezt. Tehát Csaba a szívünkbe fog tovább élni, a családnak pedig megnyugvást kívánunk, illetve domonyi lakosságainak kívánjuk, hogy legyen egy olyan vezetőjük, akik tovább viszik a Csabának a munkásságát. És köszönöm szépen, most átadnám a szót a lakosoknak. Ha bárki úgy érzi, vagy akár a képviselőtestület tagja, hogy bármivel szeretné kiegészíteni, kérdést feltenni, megpróbálunk rá választ adni. Hogyha úgy látom, hogy igen. Nagyon kevesen vagyunk, más nagyon fog előttem szólni, ahogy látom. Nekem azért itt a sok jó mellett azért lenne egy kis problémám. Jó. Jeleztem levélben már korábban ezt a
közvilágítást, amit ezúton is megköszönünk, mert ugye már máskor is hallottuk, hogy a Szörnyű utca végén is megoldódik. Azonban a levélnek két része volt, amiben benne volt az is, hogy ugye a nagyra nőtt bokrok és fák. És itt meglepve hallottam most, mikor mondtad, hogy hozzájárulását kellett kérni a lakosoknak a kerékpár után, vagy valami hasonlóról volt szó. És most ezt nem értem, tehát ha közterület, akkor a mi kert végi szomszédunknál, mivel közterület, zokszó nélkül kivágták néhány éve a fát, tehát akkor ez hogy működik? Most a gyalogjáró járdán nem tudok elmenni, túl sokan nem járnak arra, különösen gyalog nem járnak, dolgozni sem sokan járnak sajnos. Tehát teljes mértékig lefoglalja a nagyra nőtt bokor a gyalogjáró járdát, kénytelen vagyok teljesen közel menni a kerítéshez, ahonnan a kutya tulajdonképpen neki tapad a kerítésnek, és én nem tartom helyesnek. És hallom, hogy van műszaki csoport, jeleztem levélbe, tehát ezt igaziból azóta már szerintem meg lehetett volna oldani. Ha valaki fát ültet, akkor annak azt gondozni kell a területet, meg leginkább lehet tenni mondjuk belül a parkot rendezni, mi is szeretjük a zöldet, úgyhogy ezt nem tudom, hogy erre valami megoldás lenne. Ez az egyik része, igen. A másik a vízelvezető árkok. Igen. Amikor esik az eső, akkor mindenki ott őrjön, és ott dühötten kiabál. Na most, ahol én úgy tudom, jogszabály szerint, hogy ahol már volt vízelvezető árok, ott azt úgy rendbe kellene tartani. Adott esetben a lakosnak is. Mi sajnos a legutolsó ingatlan vagyunk az utcában, az utca lefelé lej. Hiába kezdünk el mélyíteni, azt érjük el vele, hogy megáll a házunk előtt a víz. Több lakosnak is volt már az utca közepén is erőtlen próbálkozása, ugyanezt érik el, tehát ezt nem lehet. Már emiatt is írtam levelet korábban, sajnos választ sem kaptam rá, évekkel ezelőtt sem. Ezt úgy gondolom, hogy az önkormányzati szintről kellett volna már akkor is a felszólítást kiküldeni, vagy közhasznosokkal megoldatni, mert ezt sajnos nem tudjuk mi megtenni saját magunk, mert ha többi nem ássa végig, meg nem mélyíti az árkot, tehát arra valóban folyik a víz. Ez az egyik. A másik a Szőlő utca és Mátyás utca között, szintén ott van az a szerencsétlen gát, amit oda tettek az ingatlan mögé, ott özönlik be a faluba a víz. Minden eső után látom, hogy erre azért takarítgatják az árkot a közhasznúsak, sajnos oda nem nagyon tévednek. Ha gaz van benne, a járdalapokat lemosta az esővíz, és senki nem foglalkozik vele, senki nem nézi meg. Pedig szerintem, ahol betör nagy erővel a víz, főleg ott kellene mindig megnézni és rendbe tartani. Akkor még van probléma a kutyákkal. Ez most megint, tehát tudom, így van, a lányomik felé is van probléma, különösen mi felé mondjuk aránylag ez rendben van, de azért mi is közlekedünk más utcába. Tehát nem tartom azt helyes nézetnek, hogyha valaki jelez telefonon, akkor olyan választ kap, hogy fényképezze le a kutyát. Ezt nem értem, ezt a feltevést, talán gazdával együtt, vagy hogy tegye. A kutyát más településeken is van olyan, hogy simtér. Nem tudom, ezt hogy nevezik szépen, így mindenki tudja, hogy miről van szó szerintem. Kartalnak, azt se tudom, hogy most akkor van ilyen, vagy nincs ilyen, vagy mi a megoldása. Mert az, hogy nem lehet kimenni, tehát minden kutyás gazdának van kötelessége, hogy a kutyája ne kint randalírozzon, nekünk is van kutyánk, volt mikor a miénk is olyan kutya volt, hogy sajnos kiment a közterületre, nem az volt a válaszom, már talán kiment és valaki szólt volna, hogy a szomszédé is kim van, mert ezt felháborítónak tartom. És egész eddig hiába telefonálgatott, hiába jelzett, semmi nem történt. Nem tudom, hogy mire várunk, hogy megvarja a gyereket, vagy mire, vagy felnőttet. Én nem félek ugyan a kutyától, de azért bizony van, amikor én is megyek reggel sötétben, és mikor ilyen falkába jöttem mondjuk a Szőlő utcába, hát nem mondom, hogy olyan nagyon bátran szedtem a lábam kifelé, vagy olyan nyugodtan. Tehát itt vannak azért olyan jelzések, amikre sajnos nem érkezik válasz. Én úgy gondolom, hogy ha jelez az ember vagy levélbe, akkor arra az intézkedésről mindenképpen kellene valami tájékoztatást adni. És nem kellene itt minden csipcsú problémával a testület elé menni, hiszen azért vannak feladatok is. Nekünk az a feladatunk, hogy befizessük az adót, de ezért várhatunk is el mást azért. Picit érzem a szemrehányást. Biztos, hogy úgy érzi, hogy meg is van az oka, és akkor most én reagálnak erre a szemrehányásra, hogy, tehát úgy érzi, hogy nem kéne minden kis
apró csípcsúpot testület elé. Mindent, amit úgy címeznek nekünk, hogy képviselő testület, az be kell vinni a testület elé. Ez az egyik. A közvilágítást, mint említettem, ugye, annélkül, hogy említette volna, tehát mondtam is, hogy a közvilágítás miatt a régióvezetővel beszéltünk. Na most a közvilágítás az, hogy ott új oszlop legyen, vagy lámpa legyen, és kijön az elmű émász, ott elég komoly engedélyek kellenek, akár még az új oszlopállításra is. Tehát most mondom, a tervek elkészítése és az engedélyezési fázisig, mivel bürokráciában élünk, és a magyar jogrendszer erről szól, és a magyar vállalkozások erről szólnak, a magyar cégek erről szólnak, hogy bürokrácia van, fél év. Na most mi ezt a fél évet fogjuk lecsökkenteni. A lecsökkentést úgy tudjuk elérni, hogy jó kapcsolatát ápolunk az émász elművel. Tehát mindent meg fogunk tenni. Ha nem így lenne, akkor saját magamtól nem hoztam volna fel, hogy a Szőlő utcában meg fogjuk oldani ezt a problémát. Nem tudom, mikor ez a probléma, de nem most kezdett el hiányozni ez az oszlop. 20 éve is hiányzott, meg 10 is. Tetszettek jelezni 10 évvel ezelőtt az akkori polgármesternek? Nem történt semmi? Akkor meg fogom rá lépni a kellő lépést, október 2-től vagyok polgármester, egy kis türelmet kérek, én már az oszlop miatt léptem. Vízelvezetés. Óriási nagy probléma. Nem csak a Szőlő utcában és a Mátyás utcában, az összes Kartal területén, úgy, ahogy van, felül kell vizsgálni az árkokat, övárkokat, és erre ezt meg kell oldanunk. Ezt nem most kellett volna megoldani, már évekkel ezelőtt. Tehát itt akár a Kalcsó Tibi, akár a Szarvas Tibi, vagy Szarvas Csaba, akár itt a férfiak, akik azért sokkal inkább műszaki beállítottságuk, tudják azt, hogy egyik pillanatról másikra nem fogjuk tudni megoldani. Végig fogunk menni természetesen tavasszal, meg fogjuk nézni, hogy hol tudunk árkokat csinálni, hol kell kitisztítani, mit kell megoldanunk. Ki fogunk menni megnézni a Mátyás Szőlő utca sarkát, de már szerintem voltak kint, én úgy tudom, ugye? Minden éven takarítják. Igen, azért én úgy tudom, hogy már voltak kint a közhasznosak, de ki fogunk menni jövő héten, pénteki nap van, jövő héten ki fogunk menni, és meg fogjuk nézni. Nem csak önöknél gond, az összes, tehát a Kartal egész területén az árkokat végig kell nézni, a vízelvezetést, az övárkokat, mindent át kell nézni, és meg kell oldani a vízelvezetést. Katasztrófa. Nem most kellett volna megcsinálni, már sok évvel ezelőtt meg kellett volna csinálni, árkockat szüntettek meg, azt újra ki kell markolni, a tisztítást azt pedig meg fogjuk nézni, és jövő héten, hogyha ki kell takarítani az árkot, ezt el fogjuk végezni. A bokrok karbantartása. Egyeztetni nem azért egyeztettünk, mert valóban közterületen áll az a fa, de ugye vannak bizonyos törvények, tehát két dolog van. Vagy a szerint megyek, hogy van egy törvény, és betartom a szabályt, és azt mondom, már pedig közterületen van, levágom a fát. Mit érdekel engem, hogy az a ház lakója ültette? Hát nem szebb és békésebb megoldás, hogy becsöngetek abba a házba, és uram, bocsá, azt mondja a Szarvas Csabi, hogy levágnám a gajat, mert fog erre jönni a traktor, és akkor a tulajdonos azt mondja, hogy jó, vágjátok le. Ha én szó nélkül levágom, törvény adta lehetőségem, hogy vágjuk le. Na de akkor milyen viszony alakul ki a kartali lakosokkal? Tehát nem személytelenül akarjuk ezt megcsinálni, nem úgy akarunk oda menni a közterülethez, hogy már pedig ezt a fát levágjuk, már pedig azt a bokrot takarítjuk. Tehát mit szólna hozzá bármelyik kartali lakos, ha közterületén levő tuját, bokrot, bármit, csak úgy szó nélkül hozzányúlnék, tehát itt lennének a legtöbb felháborodott emberek, hogy a virágágyás, a gondozott kertjüket, hogyha szó, tehát nem arról volt szó, hogy a hozzájárulásukat kértük, arról volt szó, hogy jeleztük, mert úgy gondolom, hogy ne szó nélkül menjünk neki annak, amit egy kartali ápolt és ültetett annó annak idején, hanem vegyük fel a kontaktot, és egyetlen egy ember nem jelezte felénk azt, hogy baj lenne, megértették azt, hogy ez a traktor miatt kell, hozzájárultak, és pozitívan álltak hozzá. A bokrokat meg fogja nézni jegyzőasszony, hogy ebben mi a teendő, hogyha nem férnek el, hogy mit tudunk csinálni, de első körben biztos, hogy a tulajdonossal a ház előtt, ugye, van a bokor, a tulajdonossal felveszik a kapcsolatot, mert, mint mondtam, van törvény adta lehetőségünk, csak nem ez a cél, hogy összeveszünk bármelyik kartali lakossal. Én úgy gondolom, hogy a szép szónak megvan az ereje, a hatása, tehát első körben nem megbüntetni szeretnénk, hanem megpróbálni normális keretek között megoldani ezt a problémát. A kutyák randalírozása. Nem tudom. A Szőlő utcában van ez a randalírozás? Bocsánat, hadd mondjam. Mondd el. Igen.
Velem beszélt a lányotok, és a bejelentést úgy tette, hogy a Kati néni fekete kutyája, és hogy itt a harmadik szomszédból a barna kutya, és hogy mit tudom én, hogy még melyik, de ilyen a számunkra sajnos azonosíthatatlan tulajdonosoktól. Ilyet nem mondtunk neki, hogy fényképezze le, hanem azt mondtam neki, én ilyet nem mondtam. Azt mondtam, hogy nevezze meg pontosan a tulajdonost, hogy tudjuk felszólítani. Egyébként az önkormányzatnak van egy ebrendész, hát nem ebrendész, egy ebekkel foglalkozó, olyan megbízási jogviszonyban álló ember, akit értesítünk ezekben az esetekben, ki is megy a helyszínre, amelyik olyan kutya, amit tényleg akkor közterületen talál, ő azt begyűjti, nem egy, nem kettőről gondoskodik folyamatosan, hiszen elaltatni azonnal ő azt nem tudja, gazdát keres neki, vagy pedig valami olyan telepre igyekszik elhelyezni. Utána járunk, és ő is kimegy, folyamatosan deríti fel, ehhez a személyhez is érkeznek ilyen bejelentések, de hogyha mi nem kapunk pontos információt arra vonatkozóan, esetleg, hogy ki az a kutya, és még csipet sem találunk benne, hogy be tudjuk azonosítani, mi hadhatósan akkor nem tudunk intézkedni, csak úgy, hogy begyűjtjük, ha akkor közterületen megtaláljuk azt az állatot. Elnézést, én úgy gondolom, hogy akkor az ilyen veszélyeztetett közterületet, akkor annak, aki ezzel a feladattal meg van bízva, többször kell végigmenni autóval, és egy kutyát nehéz azonosítani. Tehát a kutyának azért van a csip, amiért fizetnünk kellett minden kutyatulajdonosnak, hogy adott esetben, ha befogják, azon keresztül meg lehet találni a tulajdonost, illetve a gazdát. Ha viszont nem, akkor azért mégis ne helyezzük a kutyát az ember élet fölé. Tehát úgy gondolom, hogy abban az esetben akkor igen, hogy gazdát kell keresni a kutyának, de az nem megoldás. Én magam is megyek azon az utcán többször, tehát mikor falkába mennek a kutyák, akkor már, bocsánat, de hát nem azt gondolom, hogy nekem kell ez ott azonosítani a kutyákat, hanem igen, ha valaki kap megbízási díjat, akkor menjen oda és járja végig. Jegyző, mástól is volt ilyen bejelentés? Nem, abból az utcából egyedül ő szokta ezt a bejelentést. Ki fogjuk küldeni több alkalommal, jó? Nadas Tibor látja ezt a feladatot, és akkor a Szőlő utcába gyakran ki fogjuk küldeni. Ki fogjuk küldeni akkor a Bocskai utcába a Nadas Tibort, hogy többször ellenőrizze. Megmondom őszintén, azért picit kérdőjellel nézek a történet elé, mert máshonnan abszolút nem kaptam ilyenféle információt. Igen. Tehát a Bocskai úti lakosoktól sem kaptam ilyenféle információt, hogy falkába vannak és közlekednek kutyák. Lados... Körülbelül a felének kint jár a kutyája. Tehát egymást nem jelent. Kinek? Körülbelül a fele lakosnak tulajdonképp kint tölti a félét. A Bocskai a úti lakosoknak? Így van. Tehát, hogy egyszer az a kutya szabadon tud jönni. Tehát a lakosok elengedik este a kutyájukat? Értem. Egyébként máshol is lehet, tehát én buszon közlekedek, azért nem ennyi emberrel. Akkor viszont van tulajdonosuk ezeknek a kutyáknak, nem kóbor kutyák. Hát akkor most kérem a Bocskai úti lakosokat, hogy aki kiengedi a kutyáját, ezentúl ne engedje ki, mert hogy ugye nem tudunk mit csinálni, tehát egy ne veszélyeztes a másik lakosnak az életét, hogy úgy mondjam, a testi épségét. A másik pedig az, hogy akit ki tudunk küldeni, a Lados Tibor, aki el fogja látni a feladatát, vagy a csippe alapján be fogja azonosítani, vagy pedig nem tudom, hogy mit fog ilyenkor, mi a teendő ilyennel, befogja a kutyát. De akkor egy picit úgy érzem, hogy itt a lakosoknak úgymond a picit... Ez hanyagsága, vagy minek mondható ez, hogy kiengedik felelőtlensége? Hogy a szomszédé is kim van, az egyértelműen az, mert ha nekem kim van a kutyám, akkor nem így reagálok rá. És vannak pici gyerekek, bizony nem mer menni az óvodába, volt mikor nem ment meg, akkor a kerülőket tesz, hát ezt nem tartom megoldásnak. Azért, mert én nem félek a kutyától, azért nem állhatok ilyen önzőn hozzá. A kutyám van, annak meg kell, úgy gondolom, elég kemény jogszabály született a kutyatartással kapcsolatban, be kell tartatni sajnos, aki magától jó, ezt nem érzi. Akkor kérném a kartali lakosokat, hogy a kutyákat ne engedjék ki az utcára. Jó, és persze pedig a Bocskai utat ellenőrizni fogjuk. Lados Tibor többször ki fogjuk küldeni, hogy ellenőrizze, és azokat a kutyákat fogja be. Csip alapján be fogják azonosítani, ha nincs csip, akkor pedig be fogja őket. Jó?
A közvilágítást, azt mondom, az idő. A másik, a bokrokat meg fogja nézni a jegyzőasszony, felvesszük a kapcsolatot a tulajdonossal, jó? Tehát szeretném azt, hogy ha nem a törvény alapján, hanem tényleg szép szóval lesz, megoldható lenne. Én úgy gondolom, hogy megoldható, nem hiszem, hogy ez gond lesz. Jó, a kutyákra meg ugye ez meg fog történni. A vízelvezetés az egy nagyon nagy probléma, több éves probléma, nem csak abban az utcában, az összes többibe ezt meg kell oldalunk. Igen, tehát egy helyszíne bejárás biztos, hogy fogunk, tessék? Hogy adott esetben levél van kiküldve a lakosoknak, mi is vállaljuk a mi részünkön a kitisztítását az áruknak, tehát tulajdonképpen jó, ezt nagyon köszönjük. Szerintem a többi is, mert ezt én már máskor is. De egyébként is a lakosok azért szokták a saját árkukat takarítani. Hát, tehát van, amelyik szokta, inkább úgy mondom. Van, aki nem szokta, de van, amelyik évek óta takarítja. Ellenőrizni fogjuk, illetve majd fogunk egy természetesen bejárást, meg fogjuk nézni ennek a költségét, ez biztos, hogy nem kis költség, hogy Kartalon a vízelvezetést rendbe tegyük, tehát erre nagyon komoly pályázatot, a többi település nagyon komoly pályázati összeget, pályázatot nyújtott be, de amit lehet, meg fogunk tenni, és meg fogjuk nézni, amit ön is említett, ezt az árkot is, jó? És akkor még egyet, aztán jó? Nem fogom most magamnál tartani azt, okay. Még a bokrokra, tehát az, hogy az égig tudnak nőni, azért ez jobb lenne, ha nem nőnének az égig, ugyanis a világító testektől tökéletesen elzárják a fényt. Az anyu elesett a múltkor közterületen, eltörött a válla, tehát ez nem megoldás, hogy menjen ki az idősek, nagyot hallanak, ne menjen az úton, mert mi autósok nem örülünk, hogyha éppen ott sétálnak, botorkálnak az úton este, mert ott látnak valamit, a járdán viszont nem lehet menni, mert tökéletesen sötét van. Tehát ezek a bokrok, amik 8-10 méter magasak, ezek egyszerűen nem valók úgy, hogy a világító test és a járda közé szerintem. És még a másik, amire felszeretném hívni a figyelmet, hogy nagyon sajnálom most azokat a szülőket, tehát hallottam most is, hogy a karácsonyi ünnepé szintén pénteken lesz, és valami 4 óra környékén, és sajnálom azokat a szülőket, akiknek a gyereke szerepel, mert ugye nagyon sokan azért dolgoznak két műszakban is adott esetben, hát az, hogy most ilyen kevesen vannak itt, lehet, hogy annak is betudható, hogy péntekre került a közmeghallgatás, nem egy szombati napra esetleg, mert azért azokra is lehetne gondolni, akik dolgoznak is két műszakban, és eleve kizárt, mert ha nem tud itt lenni, nem tud még a gyerekének a szereplésére sem, meg ugye ezen a közös ünnepléseken nem tudnak részt venni sajnos. Nem pénteken lesz, bocsánat, nem szombaton lesz. Az ünnepség szombaton lesz. Én csak itt a téren, az a vásár kezdődik 4 órakor. Pénteken és szombaton is két nap lesz falukarácsony, úgy, mint az elmúlt két évben. Pénteken 4:30-kor fognak fellépni az óvodások, illetve az iskolások. A 4:30-ös fellépés az azért történik, mert 4:30-kor már szürkület van, tehát jól fognak mutatni a fények, viszont nagyon későre se tehetjük. Pontosan azért, mert ugye kisgyermekekről beszélünk, óvodásokról, kisiskolásokról. Mind a két évben így történt. Nem azért, mert az önkormányzat így kérte, hanem a pedagógusok, illetve a szülők javasolták így. Na most bizonyosan 10 emberből van egy, aki azt mondja, hogy nem ez az időpont a megfelelő. De figyelembe kell venni az óvodások életkorát, az iskolások életkorát, a szülők kérését, a pedagógusok kérését, akik betanítják őt. Amikor ezeket összesítjük, akkor kell egy optimális időpontot kiválasztani. Az elmúlt két évben egyetlen egy bejelentés sem érkezett, kérés, bármi, hogy 4:30-ös időpont túl korai lenne. Tehát ezt most hallom öntől először, hogy ez nem jó a péntek. Mert én akkor itt félreértettem, én pénteket hallottam, és emiatt... Hát a pénteken is lesz, bocsánat. Pénteken, illetve szombaton is ugyanúgy, ahogy az elmúlt két évben folytatódni fog. Tehát már az árusok kint lesznek, a kézműves árusok úgymond 10-11 felé már kint fognak lenni. Már biztos, hogy a misátraink is már délfelé, 11 délfelé kint lesznek. Miközben a falukarácsony ugyanúgy, ahogy az elmúlt években működni fog, menni fog az ünneplés, a zene, stb. Párhuzamosan a művelődési házban szombaton 3 órakor lesz a műsor. Ott is fel fognak lépni az iskolások, fel fog lépni az asszonykórus és egyéb, a kórus fel fog lépni, az egyházi kórus, tehát mind a kettő párhuzamosan egymással folyik. Amikor ők végeztek a művelődési házba az ünnepléssel, akkor ugyanúgy kijönnek a Petőfi térre, mint az elmúlt két évben ez történt. Nem értettem, hogy akkor most melyiket értette félre, vagy melyikkel volt. Én a pénteket, már csak azért, mert most például, hogy utaztam hazafelé a munkahelyemre, a közmeghallgatásról is alig tudott valaki, tehát nem tudom, hogy ez hol volt. Nem volt kevésbé meghirdetve, mint az elmúlt években. Vagy nem tudom, mennyire voltak mondjuk adott esetben buszmegállókban, vagy valahol, mert az
azért az internet kapcsolat sajnos még azért nem mindenki körébe ismert, tehát azok nem igazán értesülnek róla. Jó. És ez is mondjuk, ha nem egy pénteki nap, esetleg lehet... De szerencsé, hogy ön megtudta is itt van. Hát én így van, de én nem két műszakban dolgozom, és ez nem mindegy, sőt nem háromban adott esetben. Az elmúlt időszakban hétköznapi napon voltak a közmeghallgatások. Pontosan azért tettük péntekre, hogy másnap szombaton, ha esetleg bárki pihenni akar, bármeddig elhúzódjon, ne legyen gond. Pontosan azért tettük 6 órára, pedig az elmúlt időszakban 4 óra, ide nem is 5 órára volt téve. Pontosan azért tettük 6 órára, hogy biztosítva legyen az, hogy aki el akar jönni, az ide tudjon érni. 4 óráig szól általában. Nem tudom meghatározni, tehát képtelenség, tehát 2-3 műszakban dolgoznak az emberek 100%-osan. Nem tudom lefedni azt, hogy a 2-3 műszakban 24-48 órába dolgozok. Ha vasárnap délelőtre teszem azt, van olyan, aki vasárnap délelőtt például dolgozik, az nagy áruházba. Akkor ugye rögtön már azzal tolok ki. Tehát nincs az az időpont, ami mindenkinek megfelelő, képtelenség. Nem volt kevésbé meghirdetve, mint az elmúlt években. Az elmúlt években volt hiányérzete? Az iránt, hogy kevés az információ? Csak azért kérdezem, mert nem volt kevésbé meghirdetve, mint most. Tehát ugyanúgy a honlapon, a Facebookon, a mindenhol próbáltuk hirdetni és vinni a hírt, hogy közmeghallgatás lesz. Jelen esetben direkt pénteki napra tettük, pontosan azért, hogy minél többen el tudjanak jelenni, és 6 órára tettük. A megelőző években lényegesen hamarabb történt a közmeghallgatás. Próbáltuk gondolkozni a szombatba is. Ami miatt a péntek mellett döntöttünk, szerettem volna, ha Vécsei László országgyűlési képviselő itt van. Vécsei László így is betegen jött el hozzánk, tehát azért is ment el hamarabb beteg, de megtisztelte a kartali lakosokat, és úgy gondolta, hogy itt lesz ezen a közmeghallgatáson. Holnap már programja van neki, tehát a mai nap volt kizárásos alapon, ami megfelelő volt. A 6 óra meg én úgy gondolom, hogy ha annál későbbre tesszük, akkor már hova tovább. Az elmúlt években az a tapasztalatom, 6 éve ülök itt. Ugyanúgy vannak itt képviselőim, akik még régebben ülnek itt, Kalcsó Tibor. Ami a tapasztalat, közmeghallgatásra eljönnek egy kevesen. Egy-két ember hozzá is szól. A tévén keresztül fogják nyomon követni a közmeghallgatást. Tehetjük mi szombatra, vasárnapra. Tessenek megnézni a környező települések közmeghallgatását. Ugyanúgy elmegy pár lakos. Hozzászól maximum egy vagy két ember. És ennyi. Tehát nagy csodát attól, hogy mi szombat délelőtre, délutánra, vasárnapra tesszük. Nem várhatunk. Ugyanúgy lesz ember, aki éppen akkor tölti a iskolába készül, mert mondjuk vizsgázni fog. Dolgozik a munkahelyén. Mit tudom én, mozdonyvezető. Vagy bár nem tudunk olyan tűzoltó. Nem tudunk olyan időpontot találni. A 6 óra az úgy gondolom egy olyan időpont. 7-re, 8-ra már egy picit késő lett volna, ha tesszük. Nem is azért, nem a 6 órával van a probléma, igen, hanem a jövőben mégis lehetne esetleg egy kis napra. 10 ingatlanba be lehetne szórni esetleg a tájékoztatót. Tehát nem csak az elektronikus formába közölni az emberekkel az időpontot, mert szerintem a 6 óra nagyon jó, és igen, helytelen volt korábban péntek 3-ra, mert egyszerűen ki vannak zárva pont azok, akiknek az adó forintjából csöpög azért vissza a kartal önkormányzatához. Jegyzi asszony. Ági, te nekünk kollégánk voltál, nem is rövid ideig, és emlékszel rá biztos nagyon jól, amikor annak idején minden egyes lakásba beraktuk ezt az értesítőt, sőt, olyan időszak is volt, amikor a hivatali busz ezzel a hangos bemondóval körbejárta a falut. És biztos emlékszel rá, vagy ha nem emlékszel azért nem, mert akkor te nem vettél részt ezeken a közmeghallgatásokon, hogy nem voltak sokkal többen jelen akkor sem. Tehát hiába erőszakoskodik az ember, hogyha az információt a másik oldal nem akarja, vagy nem veszi, vagy nem kíváncsi rá, vagy valóban úgy van, hogy ugye most felvétel van minden éven, és lényegesen kényelmesebb otthon a fotelból végignézni a közmeghallgatást, meg ezt a tájékoztatást. Most már elektronikusan is tartjuk a kapcsolatot a lakosokkal, nagyon sokan bejönnek a lakosok közül, többen évente többször segítő szándékkal bejönnek emberek ide hozzánk, úgyhogy teljesen ezeket a dolgokat tapasztalva azt mondhatom,
hogy nem volt sokkal nagyobb a részvételi arány akkor, amikor szinte név szerint szólítottunk meg minden egyes háztartást. És ha már én beszélek, hadd mondjak már még egy mondatot. A több kérdés érkezett hozzánk a kutakkal kapcsolatosan, hogy engedélyt kell kérni a úgynevezett illegálisan létesített furt kutakra. Ez a jogszabály most július 1-én lépett hatályba, és 2018. december végéig van arra lehetőség, hogy bírságolás nélkül lehet kérni vízjogi engedélyt vagy az önkormányzat jegyzőjétől, vagy pedig a vízügyi szervtől. Attól függően, hogy háztartási szükségletet lát el ez a kút, vagy pedig ipari méretekben fúrták, vagy olyan célra használják. Kérdezték azt is, hogy honnan tudhatják a tulajdonosok, hogy most ez engedéllyel rendelkező kút vagy illegális. Hát azt a tájékoztatást kaptam, hogy akinek nincs engedélye, sajnos az a kút illegálisnak minősül. Úgyhogy annak a fennmaradási engedélyt erre meg kell kérnie. Van egy adatlap, ami a jogszabály mellékletében szerepel, ezt kell kitölteni, ott egy néhány műszaki adatot ismerni kell arról a kútról, ami az ingatlan területén van. Az a legfontosabb kitétele, hogy talajvíz kút legyen, háztartási igényeket elégítsen ki, illetve az éves vízhozama az 500 köbmétert ne haladja meg. Ami ettől eltér, azt már a vízügyi hatósággal kell, hogy engedélyeztessék, és annak persze lényegesen másabb tervezési és engedélyezési folyamata van. Köszönöm. Egyéb kérdés? Más lakostól. Ágnes, egyébként annak örül, hogy azért fejlődünk? Hogy mondod? Azért annak örül, hogy fejlődünk? Így van. Annak én nagyon örülök neki, mikor hallom, jó, hogy igen, ennyi millióhoz jutott Karta, és remélem, hosszú évek után, igen, igen. Tehát csak biztos, hogy vannak hiányosságok. Biztos, hogy vannak dolgok, amiket helyre kell hozni, orvosolni kell, meg kell oldani. Tehát nem azt mondom, hogy nincsenek, sőt, nagyon sok. Bármikor megoldunk egy feladatot, helyette újabb probléma fog lépni. Soha nem lesz olyan időszak, amikor problémamentes időszak, tehát ez az élet is produkálja, tehát csak gondoljunk egy családra. Nincs olyan, hogy tökéletes nap. Nincs olyan, hogy tökéletes család. Na az önkormányzat sem tökéletes, képtelenök vagyunk. Mert hogy? Nem azért, mert nem akarjuk megcsinálni, és az adófizetők pénzével visszaélünk, vagy nem megfelelően sáfárkodunk és gazdálkodunk. Egyszerűen van egy keret, amiből nekünk gazdálkodni kell. Van egy munkaerőbázis, amitnek a felhasználásával nekünk el kell látni a feladatunkat. Ezt a kettőt összhangba kell hozni, és a lehetőségeknek mérlegelve prioritást kell felállítanunk. Amikor a prioritást felállítottuk, akkor látjuk, hogy mit miután csinálunk. Ön jelezte felénk a problémát, mi meg fogjuk nézni az a problémát, és kezdjük orvosolni. Olyan soha nem lesz, sem nálunk, sem más településen, hogy az összes probléma orvosolva van. Egy problémát megoldunk, jön helyette kettő, jön helyette három. Mi azért vagyunk, hogy folyamatosan megpróbáljuk megoldani. De én úgy gondolom, hogy ez az önkormányzat az elmúlt évben messze a legjobb évét zárta. Még akkor is, hogyha egy picit most elmentünk negatív hangvételbe, a legeslegjobb évét zárta, anyagilag, pályázatokat tekintve, beruházást tekintve, munkával, mindennel. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon elégedettek vagy lehetünk, hosszú évek óta a legeredményesebb, legjobb éveket zártuk. Ez úgy gondolom, hogy megállapítható, és remélem, hogy a képviselőtársaim is, én úgy gondolom, hogy egyetértenek vele. Rengeteg munka volt ez mögött, és bár nem orvosoltunk minden hibát, de nagyon sok munkát beletettünk, higgyel Ágnes, és higgyel azt is, hogy az adófizetők pénzén vagyunk itt valóban, de mindent megtettünk annak érdekében, hogy a legtöbb produktumot kihozzuk. És ez úgy gondolom a beszámolomból, Vécsey Lászlónak a beszámolójából ez egyértelműen visszatükröződik. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Képviselőtársaim, vagy bárki lakosok közül szeretne hozzászólni?
Hogyha nem, akkor mivel ebben az évben már tévés testületi nem lesz, ezért minden kedves nézőnek, kartali lakosnak áldott karácsonyt kívánok, egészséget, bőséget, szeretetet az elkövetkező évben. Reméljük, hogy ugyanilyen eredményes, sőt jobb évet tudunk zárni. Legyünk hálásak azért, mert itt vagyunk, és ennyi mindent elértük. Köszönöm, megköszönöm a figyelmüket, megköszönöm a képviselőtestület munkáját, az ülést bezárom, viszontlátásra.